Szeretettel köszöntök mindenkit a jubileumi 100. filmbarátok különkiadásban. Azért különkiadás ez a különkiadás, mert most csak saját magammal fogok beszélgetni. És melyik filmről? A Magic Boysról. Úgyhogy tartsatok velünk a következő 3,5 órában. Szia Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia Péter, köszönöm, hogy itt lehetek. Ja igen, akkor bemutatom a két másik résztvevőt, akik tényleg igazából részt vesznek. Az egyik, már szerintem jól ismeritek, Freddy. Hello. A másik pedig Zoli. Sziasztok. Hát ez remek volt. Nem szólalok meg. De. Ez nagyon jó volt. Úgyhogy ebből mondtam erőbeszélgetésben, ebből csináljunk tradíciót minden alkalommal más konferálba. Úgyhogy nem kell mindig az én hangomat hallani az elejétől kezdve. Hát Peti, hát két rész óta nem szerepelt, én nagyon örülök, hogy végre itt vagy megint. És ez nem is véletlen, mert nem semmi filmélményünk volt pár hete, úgyhogy erről még később beszélünk. Mondd azért, ugye kicsit hiányzott a filmbarátok? Hát egy kicsit, egy igen. Kicsit, jó. Jó, már, jó visszatérni. Azzal már boldog vagyok. Más a levegő. Akkor szerintem te még nem is tapasztaltad az új fantasztikus rovatunkat, a villámkérdéseket. De hallottad meg? De figyeltem a műsort, figyeltem addig, amíg nem voltam, úgyhogy tudom. Példás. Akkor kezdjük rögtön az első villámkérdéssel, amit Dávid kérdezett a csodálatos Facebook oldalunkon. Első kérdés. Melyik volt a legváratlanabb cameo egy filmben? Ugye volt egy zombis film, amivel a Bill Murray szerepelt. A végén is meghalt benne. Nemrég volt néhány évvel ezelőtt, most nem tudom. Zombieland, az a Bill Murray, igen. Aha. Talán az volt. Igen, az jó volt. Zoli? Én azóta gondolkodom. Jó, amíg te gondolkodsz, hogy nagyon nem jut semmi eszedbe, akkor én elmondok egyet. Ha... Aha, persze. Jó, nem tudom, apja lányát láttátok esetleg? Kevin Smith filmjét? Nem. Nem. Nem olyan rossz egyébként. Az arról szól, hogy Ben Affleck egy ilyen média menedzsert játszik, és aztán egyszer így nyilvánosan elszólja magát, hogy a Fresh Prince alias Will Smith úgyse viszi semmire, meg ilyesmi, nagy mánia volt az a fickó korábban. És ez megtöri a karrierét, és aztán később a filmben, így van, később a filmben tényleg megjelenik a Will, úgyhogy ez teljesen ledöbbentett, hogy volt annyi öniróniája, hogy egy ilyenben részt vett, úgyhogy ez mindenképp nálam a legváratlanabb cameo. Zoli, eszedbe jutott esetleg valami azóta? Az a baj, hogy kicsit zavarban vagyok, mert most mindegy betegállományban vagyunk asszonya, és újra néztük a jó barátok egyik másik részét, ha már úgyis itthon vagyunk és kamillázunk. És hát abban van egy-két olyan cameo, ami hú. És így volt ráadásul egy időszak benne, amikor zsinórba jöttek az olyan színészek, akik tehát így fel nem tételeztett volna, és így özönlött ebbe Reese Witherspoon, Kristen Applegate, Jean-Claude Van Damme, Sean Penn, Brad Pitt. Most ilyennek tükrében nagyon nehéz felidézni a moziban, amikor láttam utoljára hasonlót. Mostáni pillanatnyilag ebbe is maradnék, hogy így a utolsó időszakban nekem most a jó barátok volt ilyen, hogy visszanéztem, és basszus, és ezek azok. Keményeket érdemes visszanézni, hogy meglepően jó sorozat. Legalábbis a utolsó két évadig az szerintem ott már eléggé gyenge lett, de előtte jó. Én addig szerettem, amíg a Tom Selleck-es részek voltak. Utána valahogy szerintem teljesen leromlott, úgyhogy már nem nagyon erőltettem. Hát az kb. Ugyanott is ért véget akkor, tehát akkor kb. Te is ugyanaddig tartottad érdekesnek szerintem. Hát azután még ment rendesen, nem? Persze, tehát akkor már így leült az egész. Aha. Akkor már összehozták a barátokat egymással, és ezzel valahogy a konfliktusok is úgy kihaltak a sorozatból. Hát utolsó évad az már teljesen vergődés. Igen. Amikor 1 milliót kaszáltak már részenként, ez már... A színészek, ja, igen. Azért Matthew Perry már túl volt egy drogelvonón. Igen. Na, akkor második kérdés, amit Dorottya kérdezett. Figyelem, nyugodtan lehet kínos részletekbe is belemenni a kérdés után. Uha. Volt-e olyan film vagy rajzfilm, aminek a zenéjére kicsiként a tévé előtt táncoltál?
Vagy akár most is. És ez mindenképpen rajzfilm? Film vagy rajzfilm, igazából mindegy. Nem emlékszem ilyenre, biztos volt. Biztos. Egyszerűen semmi nem ugrik be. Nem. Volt olyan zene, amire így elkapott a ritmus, és ott elkezdte pörögni mi kis gyerekkoromban, de ez pont film lett volna. Azt nem. Nem. DuckTales, vagy ilyesmi, gumimacik, vagy... Nem, nem, táncoltam. Nem. Nem. Én sem. Abszolút. Én sem. Nem tudom, ezt szerintem egyébként mostanában lehet valamilyen mánia, de... Én nem tudom, nem, így belegondolok, hogy hogy nézhet ki ez, hogy felcsendül a kedvező, hogy hú, felpattanok a kanapéból, és az elkezdek pörögni, forogni, amit én táncnak vélek akkor, de mások azt hiszik, hogy rángó görcsöm van. És valahogy így összepróbálom egyeztetni az akkori képem saját magamról, saját magamban, és valahogy nem áll össze, szerintem nem csináltam ilyesmit. De Mortal Kombat, vagy ilyen kung fu mozgásokat csinálom. De, az lehet, hát akkor nem voltam annyira kicsi. Várj, azt egy kib? Hogyha nem kicsi koromban, hanem késő... Na mindegy, ebben nem menjünk annyira bele. De Freddy mondta, hogy lehet ciki. Szerintem a Mortal Kombat az viszont ilyen volt. Aha. Tisztályosan, igen. Hú, az a kapcsolatban volt egy tök aranyos történetem. Most már nem tudom, hogy át fog-e jönni, vagy sem, de mind a lényeg, hogy általános iskolások voltok, és akkor volt ez a nagy mánia, bejött a Mortal Kombat, és fú, jön a mozikba. Én meg ott elkezdtem sürögni, forogni, hogy fú, akkor jöjjünk össze páran, és menjünk el, és akkor milyen kurva jó lesz. És így pár nappal előtte már egy összeállt a brancs, hogy jó, akkor így tizen páran srácok a suliba, hogyha vége az órának, akkor menjünk el, és akkor nézzük meg. És pont aznap azt hiszem behúztam egy karót valamiből, és a szülők nem engedtek el engem, mint a szervezőt. Szóval, na a gyerekek, akkor mindenki ilyen nagyon frankó, mert én pont nem sziasztok. És nem lehetett eltitkolni? Nem, már hát mennem kellett haza. Igen, eléggé spártai módon neveltek, most nem, de következetesek volt, de nem volt ezzel probléma, csak így hülyén vette ki magát, hogy na gyerekek, mondjátok el, milyen volt a Mortál. Jó volt, örültetek? És akkor onnantól valahogy begyűrűzött a zenéje is, hogy fú, Mortal Kombat, nekem meg kellett várnom, amíg... Azaz. Mortal Kombat! Fatality! Ez most nem voltál, Freddy? Nem. Az én. Milyen szerényen mondta. Volt. Na jó, nekem ennyi, de akkor ezek szerint Peti neked is. Igen. És akkor a tekölyökre se senki más nem csinálta azt az utolsó final finishing mozdulatot rajtunk kívül? Tanteremben? Na. Freddy, úgy tanterem. Milyen tanterem ott az izében, a porondon? Nagy... Hát, csinálta, csak te csináltad a tanterembe. Ja, hogy tan... Nem. Á, az túl szégyenlős voltam otthon, természetesen. Ahogy... Én az, abba az utolsó rugásba azt nem értettem soha, hogy mi a francnak gyalogolt az bele abba a rugásba. Tehát ilyen abszolút... Hát mert nem érte volna a lábával, hát valahogy el kellett esni. De azért az ellenfélről beszélek. Igen, hát. Azért mondom. Na jó, de így komolyan nem a dramaturgiai szempont volt, tehát így végpüfölt mindenkit, akkor ilyen hülye amatőr hibát csinál, hogy egész egyszerűen belegyalogol a rugásába, ami már 100 méterről látni lehetett, hogy mire készül, de... Azt a mozdulatot nem csináltam, de viszont ezt az ilyen takarító mozdulatot, amikor törölnie kellett, az volt a gyakorlata. Ah, igen, igen. Kent fel, töröld le. De ezzel viszont tudja az embert motiválni a szülő, nem? Tehát fiam, megint befesteni a kerítés, mennyi csak kicsinálni? Ugye milyen jó volt a karatekőjökben? Na, igen. Te itt van a pénzt fogsz. Na, akkor kezdjük ezzel, aztán folytathatod a padló felfixolásával. Igen. Fú, ez jó. Hasznos filmbarát tanácsok gyermekneveléshez. Első epizód. Akkor, hát mivel ez a második kérdés nem működött olyan jól, térjünk is rá a harmadikra, amit Freddy tett fel. Nevezetesen, nem tudom, hallottatok-e olyan hírről múlt héten, hogy valami Star Wars franchise, nem tudom, hallottatok-e erről, felvásárolta valami, meg kell néznem, mi ennek a cégnek a neve, Disney megvette a Star Wars filmeket, hogy... Ja, ők csinálták régen az Oroszlán Király filmet, nem? Nem ez a Disney volt, aki az Oroszlán Király csinált? Nem a Tarzan 2-t csinálták? Ez a rágcsálós logó, az a cég?
Rákcsábós. Zegeres? Nem? Ja, de, lehet, hogy az, igen. Meg aztán... más kártevő. Hát, meg a Donald kacsás. Az mi? Aha. Na jó. Náci Donald kacsás. Mert YouTube-on nem fogják érteni. Igen. Tényleg azt fogják hinni, hogy ilyenek vagyunk. Ha már náci Donald kacsa szóba jött, nézzétek meg a náci Donald kacsát, nem fogjátok elhinni. Jó. Tényleg volt egy ilyen. Iszonyat bizarr. Tehát ilyet még nem láttál nagyon Donald kacsából, az egyszer biztos. Írd be, hogy náci Donald Duck majd a felvétel után, érdekes filmélmény lesz. Nos, mit szóltok ehhez a meglepő felvásárláshoz? Mert mindenkinek van véleménye róla, az szent. Én azt mondom, hogy elég piti pénz volt ez a 4 milliárd ugye? Dollárra, ahhoz képest, hogy egy egész Star Wars franchise-t ennyiért. És nem csak a Star Wars, hanem az egész LucasArts-ot, a ILM-et. A Skywalker soundot is. Igen. És egy 4 milliárd dollár. Stúdió, két stúdióval együtt. Igen. Tehát amikor a Pixar-t vette meg a Disney, az volt 8 milliárd. Jó. Évekkel ezelőtt. Úgy, itt én is néztem. Hát nem tegyük hozzá, hogy a Pixar, bocsánat, a Pixarnak azért nem egy, nem két olyan filmje van, ami önmagában, tehát sokkal több olyan filmje van, mint mondjuk a LucasArts-nak, vagy a Lucas Filmsnek, bocsánat, a Lucas Filmsnek van, azt hiszem, hát most kapásban az Indiana Jones-ok a Star Wars szukrében, nem tudom, van még valami a Lucas Széke égisze alatt? Sorozat és mondjuk hát játékok. Ennyire erős. Hát játékok meg a legújabb film, ez a Red Tails. Hát, de az meg hasonlat is, mint a szar. Nagyon, nagyon gagyi. Igen. Na most igazából nekik van két filmjük a Pixarnak, meg gyakorlatilag tonnányi olyan filmje, ami egyenként hoz nem tudom hány csilliárd dollárt, tehát... Jó, de itt most nem a filmekről van szó, hanem a Star Wars egész franchise-ról. Nem is a filmek hoznak szerintem a Star Wars-ba legtöbb pénzt. Holók, merchandise. Igen, minden, igen. Minden, ami a franchise alatt van. Hát azt mondták is, hogy a film az igazából itt a franchise további tartozékehoz képest apró pénz, még bevételben is. Tehát ami itt van még sorozatban, amit tudom én, amit ti is mondtatok, ezek a kis műanyag bizbaszoktól kezdve a világító suhogó fénykardig, amiből minden karácsonykor kell a fa alá a gyereknek. Ja, teljesen érthető. Egyébként mondjuk én speciál elsőre úgy megdöbbentem. Igazából ami engem meglepett, az nem is annyira az, hogy a Disney felvásárolta a Star Wars-t, mert nem ez az, ami miatt én azt mondom, hogy azért basszus kulcs, ezt azért talán nem kéne, mert nyilván a Star Wars-nak van sok egyéb baja a Disney-n kívül is. Engem az zavar, hogy a Disney-nek kezd olyan irgalmatlan túlsúlya lenni a mozipiacon, amit én viszont egészségtelennek tartok. Tehát amit mondtunk is, felvásárolták a Pixart, felvásárolták a Marvelt úgy, ahogy volt szőröstől bőröstől, most felvásárolták a Lucasfilms-t, és így őszintén szóval, tehát ez úgy a szabad piachoz egyződött kis gondolatvilágát az embernek, szerintem az okkal sérti. Miért? Hát ez is a piac része most. Hát de érted, tehát akkor innentől kezdve... De egyébként a Marvel-el meg a Pixar-ral se csináltak semmi olyat, ami tehát nem Disney-sítették azokat se. Hát azért mondjuk igen, a Marvel-nél ott nem volt tetten érhető, de a Pixar-nak az utóbbi pár filmje az egyértelműen Disney lenyomat. Tehát a Merida a bátor, a Verdák 2, inkább a Merida a bátor. Tehát abban gyakorlatilag semmi Pixar már nincsen. Igen, viszont ellenpélda, amit te mondtál, például az Avengers, ami viszont várakozáson felül lett. Utána gondolítottam arra, hogy ez Disney film. Egész addig fel sem merült benne, hogy ez bármi köze van a Disneynek. Jó, azért hozzá kell tenni, hogy a Pixar már jóval korábban a Disney-é volt, mint hogy ezek nagyon a, régen, igen, a igen. Filmek kijöttek. Tehát a Toy Story, a Wall-E... Toy Story 3 is, de még a 2 is. Az is már most én azért érzem magam kicsit helyzeti előnyben, mert hogy mondjuk én utána olvastam elég keményen, hogy a Pixar az hogyan nézett ki a Disneynél. Tehát igazából a Disney úgy... tehát ők akkor lettek a Pixar Disney alatt, amikor Disney konkrétan felvásárolta. Egészen addig egy külsős cég volt a Pixar Disney alatt. Tehát igazából csak terjesztési jogai voltak a Disneynek, beleszólása nem volt a Pixar belügyeibe. Történt mindez azért, mert ugye az idő elején, amikor még a Pixar meg a Disney kezdett valahogy hogy összesimulni, akkor a Disneynek nem volt rendes animációs csapata. Tehát emlékezzünk vissza a Csodakacsa meg az ilyen baromságok, vagy Csodacsibe,
meg ilyen baromságokkal jöttek, és egészen egyszerűen nem voltak képesek rést ütni a piacon. Nem volt semmi, ami úgy megfogta volna az embereket. És szükségképpen igazából a Pixarnak a filmjeit terjesztették, mert ezzel a Pixar még nem akart bajlódni, mert irgalmatlan pénz volt. Uh-huh. És később, ugye, amikor lehetőség nyílt és felvásárolták, utána ez viszont a filmek is elkezdett meglátszani, bár igaz, mondjuk nem 100%-ban, mert mondjuk aztán már a Wall-E is Disney alatt jött ki, ugye? Azt hiszem, igen. És az mondjuk szerintem a Pixar egyik legjobb darabja. Uh-huh. És azt nem tudom, hallottátok-e majd, ki lesz a forgatókönyvírója az új Star Wars-nak? Azt nem, viszont azt hallottam, hogy két rendező is jelezte, hogy ők nem fogják csinálni. A Spielberg meg a Tarantino. Jó, hát most a Tarantinok mi közel van. Igen. Ja. Nem, ki lesz a forgatókönyvíró? Egy nevezetesen egy Michael Arndt nevű fickó, aki ki? Többek között a Toy Story 3 forgatókönyvírója és Oscart is nyert érte. Tudom. Vagy ha nem is nem. A Toy Story 3-ért tudja, hogy Oscar birtokos már. És ha minden igaz, akkor most az Éhezők viadala második részének írta a forgatókönyvét. Úgyhogy, hát nem egy, hogy mondjam, nem egy óriási név, de azért tett már le valamit az asztalra, hogy emiatt szerintem nem kell túlságosan izgulni, de én nem tudom, én annyira, nem tudom, nem nagyon tetszik ez a gondolat, hogy már megint hozzányúlnak, és hiába mondják, hogy hát azért minden generációnak kell egy Star Wars, meg ilyesmi, hát az előző generáció még javában szerintem most is itt van, tehát első epizód az mi 99-ben jött ki, tehát hány év, 13 év azért nem olyan oltári nagy. Hát én ezen a területen eléggé ilyen kis csúnya szóval, én Star Wars náci vagyok, tehát így teljes gőzzel, amit el tudsz képzelni, imádom ezt az univerzumot, és szerintem az volt a legnagyobb hiba az eredeti trilógiával, hogy mindenképpen bele akarták szuszakolni azt az előzményt az eredeti trilógiába. És nem vette észre Lucas, hogy ez a világ, ez már azért most csúnya szóval, de túlnőtt rajta. Tehát időközben már ebből kijöttek játékok, több ezer könyv, adott esetben sokkal jobb ötletek, mint mondjuk az alapkoncepció, vagy legalább vele egyenrangú ötletek, és azokban is nyugodtan vele lehetett volna nyúlni, és nem, ő mindenféleképpen ragaszkodott ahhoz, hogy mintha megállt volna az idő Darth Vadernél, meg Luke Skywalkernél, és hogyha nem létezne rajta kívül semmi ebben a világban. És én abban bízom, hogy a Disney az valahol észre fogja venni, hogy mire van igény. Nem vagyok benne biztos, hogy óhatatlanul a Skywalker családra kíváncsiak az emberek. Hát pedig állítólag ők is szerepelni fognak, mert a Mark Hamill, a Lea Fisher meg a Harrison Ford az azt hiszem már jelezték, hogy ők benne lennének. Bár szerintem biztosan csak valami cameo szerep erejéig. Uh-huh. Úgyhogy hát nem tudom. Tehát akkor ezek szerint te nagyon várod már az új trilógiát. Mondom, én szerintem jó helyen lesz a Star Wars, mert sok kárt nem tudna tenni benne, sőt, talán a Lucasnak kicsit az elmozdításával egy friss vér áramlik esetleg a franchise-ba. Kíváncsi vagyok. Tehát az első trailer úgyis el fog oszlatni minden két egy, meg a közben érkező hírek. Uh-huh. Önmagában azt a Disney fölvásárolta, én nem hiszem, hogy ez kárt fog tenni a Star Wars filmeknek a minőségi megítélésében. Én mondom, egyedül az zavar, hogy engem az zavar, hogy a Disney szépen lassan fölvásárolja fel a Hollywoodot. És minden fontosabb név már Disney alatt lesz, és én ekkora túlsúlyt nem nagyon szeretek látni. Mm-hmm. Na most ezzel mi a baj? Hogyha jól csinálják, akkor miért ne? Azért, mert a Disney az viszont már hosszú évek igazolták, hogy ők annyira nem igazán egy kreatív cég. Tehát ők egy nagyon szigorúan profitorientált olyan vállalat, akik, hogyha azt mondják, hogy a Star Wars-ba mondjuk 150 ezerrel több ember fog bemenni azért, mert elhangzik benne kétszer a háttérben a Gangnam Style, akkor ők be fogják rakni. Hát de minden vállalat profitorientált. Hát igen. Első nyilván... Star Wars-t is úgy csinálták, hogy profitot hozzon, azért csinálták. Nyilván, de nem mindegy, hogy milyen kompromisszumokat kötnek ennek a jegyében. Tehát én mondjuk a Disney-nél látok erre hajlandóságot, hogy ők elmennek akár az ízlésesség határán túl is, bár lehet, hogy ne egy Star Wars... Hát én nem hiszem. Én optimista vagyok. Szerintem jó lesz. Jobb lesz, mint a Lucas-féle Star Wars-ok. Tehát a régiek közül is azok voltak igazán jók, az ötödik meg a hatodik rész, amiket nem Lucas rendezett. Ott azért még nagyon kézben tartotta a legelső résznél is a stúdió a filmeket.
és az új filmek pedig, nél pedig Lucasnak akkora teljhatalma volt, hogy gyakorlatilag elszállt magával, és emiatt bukott meg az egész. Hát ez majd kiderül akkor. Tehát én kicsit tartok tőle, hogy nem lesz jó, de hát az első rész szerintem nem lehet majd nem megnézni, de az összes többit is megnézem, azt én nem vennék rá mérget. Kicsit szkeptikus vagyok ez ügyben. Mármint mivel, hogy valami marhaságot fognak összehozni? Igen, hogy nem tudom, nekem már az első, tehát az új trilógiánál is annyira nagy volt helyenként a kontraszt a régihez képest, nem csak a technika miatt, hanem az egész film felépítés miatt, meg ilyesmi, hogy attól tartok, hogy az legújabb trilógia, vagy a jövendőbeli trilógia, nem is tudom, hogy mondjam, hogy ez még egyszer valahogy még extrémebb lesz, meg nem tudom, valahogy tartok tőle, hogy túlságosan sokat akarnak újítani, vagy ilyesmi. Hát ez majd kiderül. Ez igaz. Na, srácok, hát akkor köszönöm a villámkérdéseket, pontosabban a villámválaszokat, bár a harmadik nem volt annyira villám, de akkor beszéljünk a filmekről. Nevezetesen itt van egy igazi gyöngyszem, amit egy nevezetesen, nem is tudom ki ez a fickó, amit Dancsó Péterrel néztem meg pár hete, egy előpremiér során néztünk egy igazi magyar remek művet. Peti, te előtte néztél már magyar filmet moziban? Persze. Legutóbb szerintem a Médi Hungáriát láttam, meg a valami Amerika 2-t. Aha. De én rádöbbentem, hogy az életemben nem láttam még magyar filmet moziban. Se a Kontrollt, se a Tesót, meg ilyeneket, pedig szeretem ezeket a filmeket, de valahogy totál kimaradt. Úgyhogy írtam a Petinek, hogy te, lesz ez a Magic Boys, nézzük már meg előpremiérben, mert ott lesz a Pindrok Csaba? Ott lesz a nem csak a Pindrok Csaba, hanem a készítők, így volt kiírva. Akik nem voltak ott. Akik nem voltak ott, pontosabban a Pindrok Csaba ott volt, de... És oda is szerettünk volna menni, csak a végén, amikor már nem volt ott. Na, akkor elmondom kronológiai sorrendben, tehát a film, mikor kezdődött 8:30? Azt hiszem 8:30. Hát én arra már nem emlékszem. Későig dolgoztam, úgyhogy tudja, hogy szerintem 8:30 volt, mert épp hogy odaértem elvileg. Tehát oda mentem, és az egész Corvin mozi Magic Boys-ból állt. Én nem viccelek, minden helyre, ahol oda néztem, Magic Boys poster volt. Be voltak öltözve a hostess lányok ilyen forró nadrágba, cowboy kalapba osztogattak mindenféle Magic Boys szarságot. Ilyen, biztos ismeritek, ilyen vörös szőnyeges fotózás, vagy van ilyen paraván hátul, meg ilyesmi. Molino. Hát, de már tekerték össze a molinókat. És, de az is ott volt még, mert hamarabb odaértem, mint a Peti. És minden ott volt, de alig volt pár ember a moziban, tehát valami, éreztem, hogy itt valami nem stimmel. Aztán megláttam... És ott volt Csonka András? Ott volt Csonka András, írtam a Petinek SMS-t, hogy ott a társasjátékod alanya, a Csonka András, siessél. Aztán... Ott ült egy asztalnál, aztán ő egy szépen lassan eltűnt onnan, nem tudjuk hova. És úgy volt meghirdetve az egész, hogy találkozz a film készítőivel, és hát mit gondol a naív ember, hogy ezek végigülik veled a filmet, és a film után oda lehet menni fotózkodni, vagy valami. Ezek után ott várakoztunk, hogy beengedjenek minket. Láttuk a Pindrok Csabát, aki egyébként egy istenverte óriás. Tehát 5 méteres az az ember. Amlasz. És akkor itt iszogatott meg, beszélgetett emberekkel, aztán el is vittem a fej vagy írás DVD-met, hogy aláírassam vele. És de aztán úgy voltunk, hogy ne legyünk pofátlanok, menjünk oda a film után, ahogy meg volt hirdetve. Hát közben már kikullogtak. Közben szép lassan az egész rohadt mozi felszívódott, tehát csak azok maradtak ott szerintem, akik megnézték azt a két fej vagy írás előpremiért a pornépnek, akik vettek erre jegyet, mert senki nem volt ott a film után. Magic Boys, Magic. Fej vagy írás mondta. Ja, bocs, Magic Boys, igen. Tehát a film után senki... Mind a hárman, akik jegyet váltottak rá, abból ketten mi voltunk, azok végig... Nem, csak azok maradtak. Jó, hát azért voltak talán 20-an, tehát nem volt teljesen üres. De nyilván benéztek, és látták, hogy hoppá, hát itt még a félház sincs meg, na itt nem égetjük le magunkat, hazamegyünk. Tehát
megnéztük ezt a csodás filmet, néztük, hogy hol vannak itt a filmkészítők, sehol nem voltak, úgyhogy kicsit átverve éreztük magunkat. Úgyhogy sajnos a közös kép elmaradt. Közös kép elmaradt Csonka Andrással, elmaradt Pindrok Csabával, úgyhogy nagyon szoborúak voltunk, de... Nem volt egy termékeny este. Hát nem nagyon. És főleg akkor volt aznap a magyar-török meccs, úgyhogy még arról is lemondtam a Magic Boys kedvéért, és nem volt eredménye. De cserébe... És milyen volt a film? De, igen. Hallom, hogy jó. Szózás. Én azt kérdeztem meg a Petitől, hogy erről lesz-e bemutató, és lesz... Mondd el exkluzívan, Peti, mert olvastam a videóidnál, hogy mikor lesz Magic Boys bemutató? Lesz Magic Boys bemutató Videománia keretében, vagy nem? Most úgy tervezem, hogy nem. Na. Pont az a színvonal volt, ami egy kicsit jobb annál, ami kell ahhoz, hogy csináljak volna a videót. Uh-huh. Igen, én is így éreztem. Én az volt a baj, hogy pozitívan csalódtam a filmben. Igen. De nem annyira pozitívan, hogy jó legyen. Igen, tehát ezt én is meg tudom erősíteni, hogy egyáltalán szó nincs róla, hogy ez egy jó film volna. Azt nem is érdemli meg, hogy teljesen lefikáz a nagy közönség. De igazából, nem tudom, emlékszel, Peti, mit mondtál nekem kb. Fél órával a film vége előtt? Ott a moziban. Mi a franc történik? Igen, hogy te érted, hogy mi történik? És én oda néztem, és mondtam neked, hogy fogalmam nincs. Tehát annyira kusza volt minden. Tehát én nem is tudom, össze lehet-e foglalni a történetet, mert se eleje, se vége. Tehát a főszereplőknek nem volt, a Pindrok Csabának, meg a Szabó Győzőknek nem volt köze a történethez. Igen, ez így van. Tehát az volt az alapsztori, hogy volt a két hollywoodi szupersztár, a Michael Madsen, meg hogy hívják? Vinnie Jones. Az. És a Vinnie Jones egy magyar pezsgőgyárnak valami vezetőjét játszotta, ezt se teljesen értettem, hogy ő mit keres itt. Michael Madsen meg valami szállodában élt, és nem tudom, valami gyémánt, gyémánt csempész. A szállodában élt, az a lényeg. Szállodában élt, és csak kecsketejet volt, ezt is megtudtuk. De hogy igazából, hogy mi volt a története, meg szerepe, nem derült ki. Az volt a kulcs történet, hogy ő férfi, tehát ő valami striptease táncos volt korábban, ez még kiderült. De hogy az ő születésnapi buliára valami striptease táncosokat két akar. Két magyar striptease táncos. Igen, tehát ez se volt nekem teljesen egyértelmű, hogy miért akar ez két férfi striptease táncost a saját születésnapi buliára, de oké, legyen úgy. Ezek után a Koltai Róbert, aki az egész filmben angolul beszél, okay, egy albán. Egy albánt játszik, albán. Igen. Tehát ott megszólalt először angolul, elkezdtem hangosan röhögni, mert ez annyira váratlan. Igen, de aztán kiderült, hogy tehát élik is a karakterhez, mert neki törnie is kell a karaktere szerint a magyar, igen. Vagy az angol. És valamilyen gyémánt csempészet miatt kellett ez a két férfi striptease táncos, akik... És összekeverik. Összekeverték őket. Igen. Tehát a Pindrok Csabával, meg Szabó Győzővel, akik a pénz reményében elmennek helyettesíteni az igazi striptease táncosokat. De ők nem tudják, hogy striptease táncosok, ez csak ott derül ki. Tehát ez semmi értelme nem volt az egésznek. Tehát a film egy olyan nonsense orgiába torkolott a végén, hogy... És közben csempészik az gyémántot. Tehát ez, aminek semmi köze a striptease táncosokhoz. Igen. De... Szóval egyszer tényleg nem lehet elhinni, hogy mi történt ott. A végén van egy születésnapi buli, amin hirtelen ott striptizelt ez a két fickó, aki nem is... Egy színházban. És nem is a nézőtéren vannak, hanem a színpadon fent körbeülnek. Igen. És ott tartják a mafiózónak a születésnapi buliát. Igen. És akkor kimennek a valamelyik folyosóra ott lelőjük a fővezért, és utána visszamennek, és akkor ülnek tovább, és beszélgetnek. Nem értettem azt a... És akkor még ott volt egy opera énekesnő, aki végig énekelt ott, és zenemontás hátán egyszerűen annyira hihetetlenül abszurd volt néha, hogy... És közben megérkezik a két igazi striptease táncos. Igen, akik keresik a helyes lokát Londonban. Szóval... Hát Zoli, értettél egy szót is ebből?
Az a baj, hogy pontosan magam elé tudom képzelni, hogy körülbelül hogy nézhetett ez ki. Igen. Biztos, én vagyok az az ember, aki tuti, hogy nem fogja ezt megnézni. Tehát én nem hiszem, hogy mondjuk tetszett nektek, vagy nem is az, hogy tetszett, de jobb volt mondjuk, mint vártátok, hogy én erre még DVD formában sem fogok 10 forintot adni, az tuti. De nem tetszett egyébként, tehát Peti, neked se tetszett. De hogy tetszett? Jó, szar volt, hát mondjuk de, ki. De pont azt mond, nem azt mondtad, Peti, hogy annyira szar volt. Hogy... technikailag jó technikailag volt, teljesen kimagaslóan jó volt egyébként. Tehát, professzionális volt, tényleg, de... Tehát olyan volt, mint egy nemzetközi produkció, nem ez a tipikus, amit a Peti videóiban látné. Abszolút szó nincs arról. Jó volt a vágás, modern volt minden. De egész egyszerűen a történet az ekkora nagy káoszt én elképzelni nem tudtam. És az volt a egészben még jó, hogy a Szabó Győző, Pindrok Csaba páros egyébként szerintem kifejezetten jó volt. Tehát így stimmelt az összhang kettejük között. Meg voltak azért vicces részek is velük, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem lehetett kétszer-háromszor nevetni, de annyi helyen vérzett ugyanakkor ez a film, hogy teljesen lehúzta a filmélményt. Úgyhogy, hát nem tudom. Még csak azt sem tudnám mondani, hogy trash fesztiválként megteszi, mert tényleg ez a nem létező történet teljesen lehangolja a nézőt, de azért láttunk már ennél fájdalmasabb magyar filmeket is. Te aztán főleg, Peti. Úgyhogy... És azt mondták nekem, még így utólag felhívták a figyelmem rá, hogy ahol csempészték a gyémántot, az a repülőtéri jelenet, nem tudom, emlékszel rá. Igen. Volt egy ott jelenben. Az is a Corvinus Egyetemen volt. Azt is ott forgatták, mint az SOS Love-ban. Csak ott nem tűnt fel, mert nem csináltak totálokat, mert közeliek voltak végig. De oda, hogy toltak be egy repülőt oda? Nem volt ott. Amikor csempészték a gyémántot, tudod, hogy kicserélték ott is a táskát, az is repülőtér, természetesen táskat csere van. Ahol utolsó fél órán belül volt valahol. Hú, nem is emlékszem. Belső, a repülőtéri belsőket, azt is ott a Corvinus Egyetemen forgatták. Wow. Na ja, szóval Magic Boys kihagyható, én azt mondom, de... Ja. Nem is lehet erről igazából sokat dumálni, mert bizarr élmény volt. De örültem. Jó kezdődött, teljesen pozitív volt, aztán így... De én is sosem tudnám mondani, hogy jó kezdődött, mert fogalmad nem volt, hogy kik a főszereplők, mert nem a Szabó Győző és a Pindrok Csaba, szerintem ez a igen, angol igen. figura, ez abszolút előtérbe lett helyezve minden eszközzel. Annyi ilyen történetszál volt, nem tudtad, meg hogy mire figyelj. Meg a Huber Ferenc, meg a Nagy Sándor az páros, az igazi Magic Boyok. Igen. Volt az ő szájuk is. Tehát annyi olyan elem volt, ami elvonta a figyelmedet, hogy egyszerűen nem is adott rá esélyt, hogy összekapcsolod a történetszálakat. Ott volt még egy fekete énekesnő, tehát ilyen pilótát játszott. Akit nem tudom, miért kellett bevonni. Abszolút semmi szerepe nem volt, csak gondolom kellett valami csöcsfaktor. De egyszerűen teljes. Egyszerűen úgy megnéztem volna, Pindrok Csaba írt egyébként részben a forgatókönyvet. Tuti, hogy megkérdeztem volna tőle, hogyha megmutatta volna arcát a film után, hogy igazából miről is szólt a film, mert nem derült ki rendesen. Úgyhogy... Na jó, hagyjuk ezt a Magic Boys-t, mert minden szó sok erre, amit itt elvesztegetünk. Úgyhogy... Zoli, múltkor mondtad, hogy lepasszolta az Elrabolva 2 premierjét. Igen. És még mindig meg akarod nézni? Voltam. Meg akarjam nézni? Ne akard megnézni, én azt mondom. Ennyire rossz. Te... Na mindjárt, most elmondom előbb, miről szól, és utána fröcsögök egyet, de ez leginkább a technikai megvalósítással lesz kapcsolatos. Az már trailerből is látni lehetett, hogy egy úgymond bosszú film, igazából mindenki visszatér, aki az első részben is benne volt. Az első részben legyilkolt albánoknak a családja akarja megbosszulni, hogy eltették a rokonaikat a láb alól, pontosabban a Liam Neeson, és annak az apropóján, hogy Liam Neeson és családja éppen Törökországban tartózkodott, így elrabolják a Liam Neesont és a feleségét, és a lányuk a
nem is tudom, hogy hívják, a Maggie, akárki igazából, valami Maggie, akármilyen Smith, vagy mi a neve, nem tudom, annak kell kimenekítenie, és utána közösen próbálják az anyukát is kiszabadítani. Igazából azt kell mondjam, általában, hogyha egy film szar, akkor leginkább a forgatókönyv a ludas, lásd Magic Boys. De ebben a filmben érdekes módon még a forgatókönyvben van a legkevesebb probléma, mert egy igazából teljesen vállalható bosszú sztori, akármi. De még illeszkedett is volna az első rész tartalmához egész jól, de amit ebbenek a filmnek a rendezőjeit művelt, én egész egyszerűen nem tudtam elhinni. Tehát egy Megaton, azt hiszem ez a neve ennek a figurának, Megaton, mint valami Asylum film, olyan neve van. Tehát ilyen béna rendezést, meg az operatőri munka, vágás egyszerűen minősíthetetlen volt. Pár példa. Liam Neeson az első részben amiatt volt olyan ütős, hogy végig láttad, hogy mi történik. Tehát közelharc, totálban láttad, szétveri a fejét, stb. Elveszi tőle a fegyvert. Imádni való volt. Második rész, oda megy az ellenfél, vagy az ellenség Liam Neesonhez, kapkodnak, vágás itt, vágás ott, nem tudod követni, hogy mi a lószar történik igazából, aztán egyszerre az ellenség a földön van. Tehát vagy a Liam Neeson volt már túl öreg ehhez, hogy ilyen gagyi trükköket kelljen alkalmazni, vagy én nem tudom, teljesen inkompetens volt szerintem a stáb, vagy további példák. Két olyan haláleset is volt a filmben, eddig prominens halálesetek, ahol konkrétan fogalm nem volt, hogy mi ölte meg az ellenséget. Ezt így képzeld el, van egy olyan jelenet, hogy Liam Neeson a tenyerét rányomja a fickónak a fejére, és az meghal. Megfullad, nem? Nem, egy pillanat alatt. Tehát még csak nem is az, hogy az orrát belenyomja az agyába, vagy valami, van ilyen spéci technika elit egységeknél, nem. Ez tuti nem volt. Egész egyszerűen olyan fosú lett vágva, hogy csak így rárakta a tenyerét, vagy a kezét a fejére, szemből, és ennyi. És volt még egy ilyen hasonló, tehát annyira rossz volt. Egyszerűen kifejezetten dühítő volt az egész. Lehet, hogy rosszul közelített meg a filmet, nem? Lehet, hogy Liam Neeson a filmben időközben szuperember lett, és ő nem érintéssel gyógyít, hanem érintéssel öl. És nem csak érintéssel öl, hanem egy egyszemélyes szonár is, mert kérlek szépen olyan abszurd dolgot látunk benne, hogy egy idegen városban bekötött szemmel elrabolták Liam Neesont, elrakják egy neki ismeretlen helyen lévő raktárépületbe. Egy csodatelefonnak köszönhetően valahogy felveszi a kapcsolatát a lányával, és azt instruktálja, hogy gránátok dobásával a Liam Neeson megállapítja, hogy a lány merre van tőle, és utána kövesse azt a helyet, hogy tehát így mutatja neki vakon az utat egy idegen városban, nem győzöm hangsúlyozni, hogy menjen oda, ahol ő tartózkodik, gránátok dobásával. Tehát én néztem, mondom, az első részben azért volt valami észszerű határ, hogy milyen képességei vannak egy embernek, de itt már annyira túllőttek a célon, hogy dühítő volt, kifejezetten ez a film, dühítő. És a színészek is, Liam Neeson meg a többi is egyszerűen kicsit olyan kedvtelennek tűntek szerintem. Vállalható volt, de nem volt semmi extra, tehát tényleg csak a minimumot nyújtották, de főleg ez a technikai megvalósítás, ez egyszerűen pocsék volt. Tehát ha lenne aranymálna díj erre, biztos, hogy van, akkor minden jelölést ennek adnám, mert ez egyszerűen szörnyű volt. Lehet, hogy fog is kapni. Hát nagyon remélem, mert egyszerűen így elszúrni egy második részt, egy ilyen kifejezetten könnyű franchise-ban, mert első rész sem volt aztán atomfizika, de működött, mert egy őszinte film volt, egy egyszerű film volt, de követhető. De ez a második, ez nem tudom, ez nagyon-nagyon mellé trafáltak ezzel a technikai stábbal. Kifejezetten elrontja az egészet. Ugyanakkor, ami miatt
adtam neki egy virtuális pacsit ennek a filmnek, hogy rögtön két Drive utalás is volt benne. Kétszer is hallani a Drive-ból megszokott zenéket, és egyszer még ugyanazt a zenét ugyanúgy is mutatták be, mint a Drive-on. Tehát egy ilyen... láttátok a Drive-ot, nem? Persze. Uh-huh. Tehát a film elején van az a jelenet, amikor várja a betörőket, hogy 5 percet van, stb., és így nézi az órát. Az Erroból a kettőben ugyanúgy lekopintották az egészet, tök ugyanarra a zenére, úgyhogy ez egész szimpatikus húzás volt, de egyszer meg lehetett nézni, de köze nincs az első részvonalához, azt kell mondjam, sajnos. Úgyhogy én azt mondom, Zoli, szerintem hanyagolhatod. Jó, hát sajnos nagyon sok filmet hanyagoltam mostanában, és bevallom őszintén, hogy nem a Taken 2-vel kezdtem volna pótolni, de most így, ahogy elmeséled, valószínűleg később sem fogom. Én megmondom őszintén, hogy a Taken első részed az elrabolva, az nekem nagyon tetszett, de mondjuk tehát az ilyen definitív zsáner dolgoktól azért távol áll. De a kategóriájában egy nagyon masszív film. De én a trailert megnéztem, és így ez annyira olcsó ez a megoldás, hogy úgy csináljunk folytatást, hogy akiket az első részben megöltek, azoknak a rokonai most bosszút állnak. Uh-huh. Jó, de legalább következetes lépés. Tehát az első rész se akart mindent megváltoztatni az akciófilm világban. Emiatt szerintem teljesen okés volt ez a történetszál. De míg az első film, amelyik megnéztem direkt a film előtti napon, hogy jó legyen a viszonyítási alap. Első film se volt tökéletes. Kifejezetten idegesített a lány meg a ex-felesége, úristen, de idegesítőek voltak. De ott az akciójelenet az első részben és az akciójelenet a második részben egyszerűen köszönő viszonyban sincs. Úgyhogy nem tudom, ez nagy csalódás volt, azt kell mondjam. Jó, hát akkor én is kihagyom. Megkímélsz a csalódástól. Hát figyelj, én nem tartalak vissza, elmondod a véleményedet, örömmel meghallgatom, de inkább szerintem más nézél meg, hogyha már mindenképp be van osztva az időd meg a pénzed. Hát majd úgyis mindjárt rajtam lesz a sor, akkor majd elmondom, hogy mivel futottam bele mostanában, Sztár Parádé címen. Jó van. De figyelj, Zoli, akkor úgyis tiéd a sor, mert néztél egy igazi klasszikust nemrég. Ja, igen. Most az igazsághoz hozzátartozik az, hogy habár mostanában nagyon sok olyan film van a moziban, amit látni kellene, de egészen egyszer nem jutok el a moziba. Ennek két oka van. Egyrészt rendkívül feszes most a munkarendem benne a melóhelyen. A másik pedig az, hogy irgalmatlanul sok játék jött ki mostanában, amiket bemutatunk, tesztelünk, szervezünk. Meg most lettem végre 30, úgyhogy az is egy szervezést igényelt, szóval mindenre volt, nem csak mozira, nem. Cserébe viszont az a kevés idő, amit itthon töltöttünk, azt azzal töltöttük, hogy annyi keresmény a szanyomnak, mert mutattam olyan klasszikus, szerintem klasszikus filmeket, amiket azért érdemes látni, egyszer mindenféleképpen. És hát akkor most rajtam a sor, hogy egy olyan filmet vegyek elő, ami viszonylag régebbi darab. Ez a 99-es Halálsoron. Nem tudom, ezt láttátok? Persze. Én nem tudom most így, mi az a eredeti címe? Green Mile. The Green Mile. Ja, persze. Aki nem tudja, az... aki nagyon röviden, tehát ez egy 99-es Stephen King regény adaptáció. Tom Hanks-el a főszerepben, de nem is az az érdekes, hogy Tom Hanks játszik benne, hanem az, hogy még ki mindenki más. Tehát David Morse, James Cromwell, Sam Rockwell játszik benne például. Tehát olyanok, akiket így kicsit, ahogy múlnak az évek az ember feje fölött, így egyre inkább rácsodálkozik, hogy fú, tényleg ez az volt. És nekem ebben a szempontból megérte így sokat gyára megnéznem. És érdekes volt nézni külső szemlélőként, hogy másra hogyan hat. Én úgy látom egyébként, hogy a Halálsoron az... Tudjátok, ismertek ezt a kifejezést, hogy rosszul öregszik? Persze. Tehát, hogy én emlékszem, hogy a Halálsoron, amikor megnéztem először, akkor teljes letargiába voltam a végén. Tudom, hogy mutatják az egeret. Igen.
Aztán megláttam, megnéztem még egyszer, nem sokkal utána. Nem azért, mert annyira jó volt, hanem valahogy előkerült. És persze jó a film, csak tudom, nem az a lélekem előélmény. Aztán megint letargiába voltam a végén. Most megint előkerült. Hat a vége, de már nem úgy. És nem azért, mert felkészültem, mert az én érzelmi dolgok azért máshogy működnek. Ez nem egy vígjáték. A háromszor haltad a poén, akkor egy-egyére, mert nem vicces. De szerintem a halál soron tipikusan az a film, amit 99-ben kellett látni ahhoz, hogy működjön, vagy esetleg egy-két évvel később. Így megnézek 2012-ben, és nem a technikai okok miatt, nem, tehát valahogy lassú. Készítés módja? Itt lehetséges, tehát most nem azt mondom, hogy pörögnie kell a filmnek, de valahogy nagyon lassú, nagyon ki van mérve, persze a karaktereket építik fel, de annyira egy zárt intézményről beszélünk, hogy szerintem nem igényelt volna ekkora neki futást a film. Tehát 3 óra hosszú. Uh-huh. A Gyűrűk uránál, hogy 3 óra van a történetben, persze, mert végig kalandozzák középföldét, meg mit tudom én, tehát annyi esemény van, hogy bele kell sűfíteni, zsúfolni az egészet a 3 órában, részenként 3 órában, persze. De egy halálsoronnál, ami gyakorlatilag arról szól, ugye, hogy valami szörnyű büntet történik, két kislányt brutálisan meggyilkolnak, és a tettest, illetve akit elítélnek, de hát nyilván ez ugye a filmnek a lényege, azt beviszik a halálsorra, ahol várja az ítéletet, az ítélet napját, pontosan az ítélet már megvan, vágja a centit, hogy mikor ülhet be a villamos székbe. Amit egyébként nem tudnak, tehát teljesen váratlanul éri őket, hogy most nem az van, hogy tudod, hogy 10 év múlva végeznek ki, legalábbis igazából így van, hanem egész egyszerűen azt mondják, hogy oké, jövő hét. Tehát nem tudott fixen emiatt olyan szörnyű nekik. És hát ugye ez a lényeg, hogy bekerül ez a tettes, a Michael Clarke Duncan, hatalmas az a színész, tehát termetre. És... aki sajnos meghalt nemrég. Most halt meg nemrég. Sajnos. És hát ugye elkezdenek furcsa dolgok történni. És pont ez a filmnek a konfliktus helyzete, hogy szerintem legalábbis, hogy kivégz, hogy mennyire tudsz statisztálni egy olyan embernek a kivégzéséhez, aki gyakorlatilag egy modern kocsa. Modern kori mi? Bocs, nem hallatszott. Eltűnt az éterben, Zoli. Eltűntem? Itt vagyok? Most itt vagy. Visszatértem. Okay. Gyere vissza, Zoli! Jó, mert... most hallottok engem? Most igen. Megint? Most nem, mert ingadozik a hangminőség, nem mindegy. Hallottam egy alapzajt, és megszűnt létezni. Gyanakszom, hogy nálam van a gond, na mindegy. Szóval szerintem jó a film, de ami régen mondjuk egy 5-ös lett volna, tehát csont nélkül, azt én ma már egy olyan 4,5-re szavaznám meg. És tartok tőle, hogyha lefolyik még ugyanennyi víz a folyón, akkor a 4-esnél fogok tartani. És nem azért, mert tényleg nem azért, mert rossz a film, csak szerintem az idő nem tesz jót neki. Na jó, de ebben az is közel játszott, hogy már harmadszorra látod, tehát... Nem okvetlenül, hát például most mondok egy teljesen homlokegyenes másik műfajt, itt van mondjuk a Sin City. És hát, vagy mondjuk számomra, hogy tudom, hogy ti annyira nem szeretitek, de például majdnem az összes Tarantino filmmel így vagyok. Akárhányszor képes vagyok megnézni, ha esik, ha fúj, éjjel-nappal, bármikor, leülök elő és ott ragadok. Uh-huh. Egyszerűen ők vannak még ilyen drámák, például Forrest Gump, szerintem az időtlen. Bizony. Ugyanezt ennyire már nem tudnám mondani a halálsoronra. De viszont aki nem látta, mindenféleképpen nézze meg ettől függetlenül, mert egy fantasztikus élmény, muszáj látni, hozzátesz az embernek az értékrendszeréhez. Maradéktalanul, de majd nézzétek meg 15 év múlva is, és akkor majd megint értékeljétek felül. Az igazság, én életemben egyszer láttam csak azt a filmet, mégis két dolog teljesen megmaradt a fejemben, hogy egyrészt az a kis seggfej börtönőr, hogy mennyire egy utálható figura volt. Igen. És ami viszont teljesen meglepett a film során, hogy igazából egy sci-fi. Tehát ez engem teljesen váratlanul ért. Hát, sci-fi. Hát mondd, hogy nem az. Hát, a fantasztikum az van benne, de hogy ez mennyi a tudományos... Hát mondjuk.
Mondjuk nehéz lenne beskatujázni. Teljesen váratlan fordulatként előjön ez a természet fölötti szál, ami teljesen meglepett. Tehát én életemben nem gondoltam volna, amiközben néztem azt a filmet, hogy ilyen fordulatot vesz. De nem volt rossz egyébként, tehát nem arról van szó. Csak váratlanul ért. Hát mennyasszonyom, akivel néztem, azt sem tudta, mi ez a film, semmit nem tudott, a sztorit sem tudta, semmit nem tudott róla. Uh-huh. És még őt néztem, hogy na, a következő fordulatra mit fog reagálni, ott mi lesz, amott mi lesz. És így kicsit, mint megfigyelő, és kicsit talán, mint kívülálló is mondtam ezt, hogy kopik azért. És neki hogy tetszett elsőre? Nagyon tetszett neki, de nála nem tört el a mécses. Uh-huh. És az, hogy szerintem azok a drámai eszközök, amiket a film használ, ezen már túllépett. Tehát például nála síróbb. Kicsit most már ilyen szappanoper megoldások vannak benne. Nagyon ki vannak domborítva, nagyon sok a tragikus sorsú figura benne, túl sok, tehát szinte életszerűtlenül sok. Uh-huh. Nagyon jók benne, nagyon árnyalt figurák nincsenek benne, mindenki nagyon drámaian eltérő figura. Tehát vagy nagyon gonosz, vagy nagyon jó, vagy úgy nagyon jó, hogy igazából szerencsétlen és szánod, de így nincsen nagyon átmenet a kettő között. Úgyhogy nem tudom, talán ez, lehet, hogy belemagyarázok valamit ebbe, lehet, hogy Peti tudna nekem segíteni, hogy jól látom esetleg, vagy szól. Most annyira nem emlékszem már a filmre. Úgyhogy nem tudok pontosan hozzászólni. Peti részemről ennyi lett volna a halálsoron rész. Mondom, most így retrózok ezerről. Nem baj. Hát pedig aztán most igazán van kívülállat, de retrózás mindig aktuális, úgyhogy ez nem is probléma. De... Viszont hogy még itt Tettó pótolt valamit. Valami filmet. Peti? Igen? Te következel, nem? Ja, mivel? Nem hallottam, mert itt ingadozik a hang, ja. Ugye a Zolinak. Hát én úgy tudom, hogy éheztél nemrég. Ja, de már jól laktam, igen, köszönöm. Na, ez gyorsul. Akkor éhezők viadala jöjjön? Hát azt láttad nemrég, nem? Azaz a Battle Royale amerikai változata? Na. Azért ez a film hát jobb volt, mint az... a Battle Royale, azért ezt tegyük hozzá. Ez egy amerikai Battle Royale volt szerintem. Kicsit az univerzuma jobban tetszett a Hunger Games-nek, jobban ki volt dolgozva a körítés. Ugye a Battle Royale-ban csak a játékot láttad. Igen. És a Hunger Games-ben nagyon tetszett ez a világ, amit felépítettek. Uh-huh. Ez ahol mindenki ilyen nőnek van sminkelve, ilyen hermafrodita. Igen. Vagy ilyen jóléti világ létrejött, ahol mindenki eszi a lazacot, és akkor beszélgetnek, meg ez a tévéműsor is, amit így hozzákapcsoltak. Ez hatalmas figura volt a műsorvezető, nem? Igen. Stanley Tucci, azt hiszem, ő volt, elképesztően jó volt. Igen, nagyon jó volt. Meg csak a külső területekben dolgoznak az emberek, és beviszik őket a városba, onnan összegyűjtik a fiatalokat egymással ugye megküzdeni. Uh-huh. A munkás rétegekből válogatják ki ezeket a fiatalokat, és ahova viszik őket, ott a jóléti ilyen oligarchákat szórakoztatják egy ilyen Hunger Games keretében, ami egy hatalmas ilyen média rendezvény, nem tudom hány évente csinálják ezt. Évente. És hát egy évente, ah. Akkor évente. És hát ez egy valóságshow. És azon szórakoznak a jóléti városlakók, hogy egymást kinyírják a fiatalok, akiket az ilyen szegényebb dolgozó rétegekből válogattak össze. Ugye? Tehát akkor összességében tetszett azért? Tetszett. Nekem tetszett. Hát vannak azért hibái, persze nem volt jó, én nem éreztem jónak a kémiát a két főszereplő között, jaj, tehát a szál az gyenge volt benne. Ugyanakkor azért hozzáteszem, hogy a következő két részben ezen sokkal nagyobb hangsúly lesz. Úgyhogy lehet, hogy emiatt vettek vissza
az első részben, tehát nem szenteltek ennek túl nagy jelentőséget. Ezt már alapból egy trilógiának tervezték. Hát ez egy könyvtrilógia, és ez folytatódik jövőre. Hát én láttam a filmet idején, és akkor utána egyből kiolvastam a könyveket. Tehát a könyvben sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek a szerelmi szára a másik, illetve a harmadik kötetben, úgyhogy szerintem a filmben ezt még jobban látjuk a második, illetve a harmadik részben. És nem tudom, a harmadik részre kíváncsi vagyok, hogy filmben hogy oldják meg, főleg a végét, de erről készítettem már egy ilyen éhezők viadalás videót, úgyhogy ha érdekel benneteket, akkor itt ki fogom linkelni. De én azt mondom, Peti, mindenképp nézd meg a második részt is, meg a harmadikat is, mert... Megfogom, persze. Tehát nagyon jó könyvadaptáció egyébként. Tehát én még azt is mondom, hogy az első kötetnél a film az jobb, mint a könyv, mert nem tudom, hát akkor ezek szerint tudtad, hogy ez egy könyv megfilmesítés. Hát utólag tudtam. Aha. Hát a könyvben például első szám első személyben van az egész. Tehát ott, amit láttál a filmben, hogy a Kapitólium készülődése, meg stb., az a könyvben sehol nincs. Tehát ez mind extrán lett hozzáadva, és nagyon jól illeszkedett bele az egészbe, úgyhogy én kifejezetten meg. És kinek az első személye? A Katnissnak, a lány főszereplőjének szemszögéből. Úgyhogy szerintem nem csak, hogy valóban hasonlít a Battle Royale-ra az egész alapsztori, de azért nem olyan brutál, tehát azért kicsit nyitottabb az alsóbb korosztályhoz. Hát persze, most az egy másik kultúrának szól. Japánoknál az még a Battle Royale is egy ilyen gyerekmese gyakorlatilag. Hát, nem tudom, az már nekem kicsit túl beteg volt néha. Meg az egész film nem tetszett, tehát én nem voltam elájulva. Mondják sokan, hogy a könyv az sokkal jobb. Nem tudom, nem olvastam, de filmtől nem voltam elájulva, azt kell mondjam. Még volt szó néhány évvel ezelőtt, hogy csinálnak egy ilyen amerikai változatot, egy remake-et Battle Royale-hoz. Aztán valószínűleg most ezzel beérik, ezzel a Hunger Games-zel. Hát, ja. Igazából minek csinálnák meg még egyszer? Most az Oldboyt forgatják. Azt is, igen. Megfilmesítését. Jó, egyébként még azt megkérdezem, hogy nekem ugyanúgy tetszett az első rész, mint neked, de te is úgy érezted, hogy a film tetőpontja az volt, amikor még el se kezdődött maga az egész küzdelem. Tehát a felvezetés azt szerintem annyira jó volt az egész bemutatás. Tessék? Vagy a vonatig, vagy vonat nem, után? Nem a vonatig, hanem hogy effektíve elkezdődnek a játékok. Uh-huh. Tehát addig nagyon jól építette fontosan a feszültséget, a történetet. Igen. Nagyon jól bemutatta, a látványvilág elképesztően jó volt. És miután elkezdődött maga a diadal, vagy a harc, így jó volt, de nem volt már ugyanaz egy kicsit. Uh-huh. Akkor te is így láttad. Ja, igen. Hát utána kicsit kifogytak a kelléktárból, persze. Uh-huh. Hát persze, hát ott kicsit kevesebb lehetőség van mondjuk ilyet felmutatni, mint egy ilyen Kapitóliumban. De igen, hogyha megnézted ezt a filmet? Ezt a Riftrex audio kommentárjával néztem meg. Uh-huh. Nincs meg? Riftrex. Nem tudom, mi az. Ők csinálták régen a Mystery Science Theater-t. Hát ilyen vicces audio kommentár. Azzal néztem meg. Aha. Várjál, azt ismerem, nem? Ez az, amikor ilyen sziluetteket látni csak? De, az a Mystery Science Theater Sweeters. Ja, ők ugyanazok, csak most a Riftrex-et csinálják. Most csak audio kommentárokat. Aha. Fantasztikusak. Ja, az jó. Ajánlom majd, akkor nézd meg azzal is. Oké. Okay. Hát majd most fog decemberről megjelenni végre DVD-n, Blu-ray-en. Úgyhogy kis reklám. Karácsonyra lehet azt kérni, én tudja, hogy ezt fogom kérni, úgyhogy már kész a listám. Srácok, akkor utolsó műszakról senki nem hallott még itt a körben. Nem. Abszolút nem. Ajjajjajjajjaj. Pedig... Mi az angol címe? End of Watch. Tehát a műszak vége. End of Watch. Nem maguk be. IMDb 8 ponton áll, ami amiatt volt szimpatikus, mert én is kereken 8 pontot adtam neki ott. Elég ritka, hogy pont megtaláljuk egymás ízlését. Mindenesetre a film
azt hiszem idén augusztusban jelent meg az USA-ban is, tehát viszonylag új. Arról szól, hogy két rendőr hétköznapjait láthatjuk. Igazából ennyi. Tehát egy egy hispán háttérrel rendelkezett, jó, akkor mondom, mexikói fickó és egy amerikai rendőr, nagyon jó barátok, és egyben ők is a rendőrtársak. És az egyik egy ilyen film szakkörre is jár, és éppen ezért össze-vissza kamerázza a hétköznapjait. És talán ez is a film legnagyobb problémája, hogy végig kézikamerás, ami nem, amit nem láttam indokoltnak, úgy őszintén szóval, mert a rendezőíró David Ayer, nem tudom, lehet, hogy ismeritek, sok ilyen rendőrös filmet forgatott, ő ezzel akarta valahogy közelebb hozni a sztorit a nézőhöz, autentikusabbá tenni, ami valamilyen szintig biztos igaz is, de tehát lehetett volna simán fele-fele arányban, hogy rendes nézet és utána kézikamera. Hát ilyeneket kell elképzelni, hogy ugyebár rendőrautókban vannak ilyen fedélzeti kamerák, hogy abból látni rögtön úgy indul a film, hogy egy nagyon jó kis autós üldözést látunk. Mindenféle ilyen random bejelentésekre oda mennek, hogy elveszett két gyerek, stb. És aztán a film felétől akaratlanul egy ilyen kárteles ügy közepén találják magukat, és aztán egy egyre csúnyább, vagyis mondjam, bűnesetbe keverednek bele, és aztán a kárteltagok megpróbálják ezt a két rendőrt levadászni, és eléggé brutál fordulatot vesz a, ugye, felétől ezzel a történettel, mert addig ugye egy viszonylag normális ilyen rendőr történet utána kezd kicsit eldurulni az egész. Amit még kritizálnék a filmben, hogy ezek a mexikói kárteltagok tiszta, mintha valamilyen ilyen GTA San Andreasból lettek volna kiimportálva. Tehát annyira sablonosak voltak, hogy egyszerűen elmondani nem lehet. Tehát ugyanez a atléta, bajusz, kopasz fickó, mint amit mondom GTA San Andreasban látnánk, meg de puta pendejo, izé, fucking cops, fucking what are they fucking doing with the money, fuck you cop, meg izé. Tehát van egy olyan rész, hogy egy percen belül beszélgetnek egymással, és nem túlzok, legalább 60 fuckot hallani, és nem tudom, kicsit a nagyon sztereotíp gangster, latino gangster kép volt ez, de ennek ellenére eléggé jó film volt, azt kell mondjam. De pont ez a kézikamerás dolog miatt kicsit nem volt az igazi, de ezen kívül... Technikailag ez akkor hasonlított a Chronicle-ra, nem? Nincs meg az idei? Nem láttam, de egyébként valószínűleg hasonló, igen, mert... Az is ilyen fele-fele ilyen, igen, hagyományos narratív technika, a másik pedig kézikamera, meg ilyen biztonsági kamerákból összevágódott. De itt végig kézikamera, tehát pont azt kritizálom, hogy nem volt fele-fele arány, hanem végig kőkeményen kézikamera, és emiatt kicsit furán is hatott az egész, mert ugyebár ilyenkor mindenkinek kell kézikamera, úgyhogy úgy kell elképzelni, hogy még a gengszterek is kézikameráztak valamilyen oknál fogva, tehát filmezték a gaztetteiket, ami valamilyen szintén biztos elő is fordul, de néha már kicsit görcsösen ügyeltek arra, hogy legyen kamera a kezében, hogy tudjuk folytatni a filmet, stb. Nem tudom, én ezt nem láttam indokoltak, nem láttam jó ötletnek, de van egy pár olyan rész, ahol annyira izgalmas az egész, annyira együtt tudsz érezni ezzel a két rendőrrel, mert nagyon életszerűek a párbeszédek, tehát néha van, hogy 5 percen át csak azt látod, ahogy beszélgetnek, nem tudom én, hogy jött össze a feleségével, vagy nem tudom én, az első randi hogy zajlott. Hát el is hiszed, hogy ezek tényleg ilyenekről dumálnak, mert egész nap össze vannak zárva a rendőrkocsiban. És nagyon-nagyon jó volt az összhang a két színész között, Jake Gyllenhaal és Michael Peña. Ez a Michael Peña, ez egy igazi színész óriás lesz, én megmondtam előre nektek. A Shieldben is benne játszott, a világ legjobb sorozatában. Egyre több filmszerepet kap ez a Michael Peña, úgyhogy én bízom benne, hogy tényleg
nagyon nagy karriert fog csinálni későbbiekben, mert egyre több szerepet kap szerencsére. És hát én mindenképp ajánlom nektek, mert egy... Ha bírjátok a kézikamera stílust, akkor egy nagy élmény lesz. Úgyhogy ez lett az utolsó műszak, sajnos idehaza nem sokan ültek be rá, amit szintén sajnálok, mint mondjuk anno a fékezhetetlennél. Nem értem ezeket. Erabolva kettő elég jó nézőszámokat hozott. Ez a kettő együtt még annak a negyedét se éri el sajnos. De hát ez van. Zoli? Jaj, lóvok neked sörrel, Freddy. Ja, Zoli! Na, ezt elfelejtettem. Ugyebár volt egy fogadásunk a múltkor a Magic Boys kapcsán. Hogy... Volt. Hogy a Magic Boys nem éri el a 10.000 nézőt az első héten. És én kiírtam Filmbarátok podcast oldalra, hogy mennyi hiányzott? 9.750 néző jött össze. Valami röhelyesen alacsony szám. Hát annyira azért nem vészes szerintem, mert egy magyar filmnél sokkal kevesebb is volt. Ez manapság már jónak szerint. SOS láb az ennél kevesebbet hozott össze, úgyhogy még... Nem, az 30 ezer körülött. Az első héten? Összesen 30 ezer. De mi az első hétről beszéltünk, első hétre fogadtunk. És aztán én találtam egy statisztikát, hogy 9900 vagy 9750 vagy valami, tehát nagyon-nagyon kevéssel alul maradtál, Zoli. De tévedtem. Mert az a statisztika, amit láttam, az a csütörtöktől vasárnapig volt, tehát csak az első hétvége. Hogyha abban fogadtunk az első hét, akkor nyertél, mert 15.000 vagy 16.000 lett végül az első hét. Úgyhogy Zoli... Wow. Meghívlak egy sörre, mert nyertél. Úristen, komolyan? Komolyan. Fú. Jó, hogy emlékeztetél. Mert akkor vasárnap úgyis találkozunk. Így van. Akkor vendégem vagy egy sörre. Köszönöm. Tényleg 15.000 megnézték azt a szart? Hát, figyelj, ez nem egy nagy szám. Tehát nehogy a magyar filmhez képest tűrhető, de ez még alacsony. Hát 15.000 ember az egy kisebb település. Jó, de hát egy 10 milliós országban, 15.000. Nem gondolj, hogy hányan járnak moziba? Hát figyelj, én azt tudom neked mondani, hogy az új James Bond első héten valami 200 akárhány ezeret szerzett. Tehát most hasonlíts össze, hogy a Magic Boys a 15.000 ével hol tart ahhoz képest. Sok embert megtévesztettek, hogy ez egy amerikai film. Jó, minden esetre nagyon szépen köszönöm. Nincs mit. Csak élni fogok vele. Úgyis vasárnap, ha minden igaz, akkor találkozunk. Így van. Személyesen. És akkor megünnepeljük. Mert úgy tudom, Freddy, hogy én most értesültem róla egyébként, hogy váltsunk csak tévát. Én vagyok túl a harmadik X-en. Én? Szeretsz erről beszélni, én tudom. Nem is értem, mire gond. Harmadik X? Mi? Pornó? Mi? Nem tudom, mire beszélsz. Nem, majd vasárnap megbeszéljük. Ezt jó. Nem hallottam. Mindenesetre kösz, hogy emlékeztettél, igen. Mert elfelejtettem. Mert nem mondod, akkor elfelejtettem. Rám számíthatsz. Már benne vagy a 31-ben. De figyelj, Zoli, akkor lépjünk tovább a 30-on. Ezt nem hallottam megint. Lépjünk tovább a 30-on, menjünk a 60 plusz kategóriába. Mert láttál valami ehhez kapcsolódott. Igen. Én megnéztem az Expendables 2-t. Jóval azután, hogy ez kúrens lett volna az Otherworld-re, mint tartalom. És megmondom őszintén, hogy én nagyon le voltam sújtva. Tehát ekkor gondolkodtam el, amikor jöttünk ki a filmről, gondolkodtam arra, hogy az Expendables 2 világított rá arra számomra, hogy mit jelent az multidézni, és mit jelent az igénytelenül bohóckodni a kamera előtt. Uh-huh. Tehát az elsőt azt nagyon jól, tehát előbbit azt nagyon jól csinált az Expendables 1, és az Expendables 2 az meg gyakorlatilag lesüllyedt a Mamma Mia-nak a szintjére. Tehát az, ami úgy épült fel, nem tudom, láttatok-e a Mamma Mia-t? Nem. Szörnyű film egyébként, katasztrofálisan rossz. Az az egész filmnek az alapkoncepciója, hogy elővettek abba dalokat, és a szövegben megpróbáltak valamiféle kapcsolatot felfedezni az egyes számok szövegében.
Ezt ők elnevezték történetnek, és építettek rá egy filmet. Na, kb. Ilyen a Mamma Mia. És ettől úgy, mint a betét dalok lennének egy filmben, közben nem, egy film készült a betét dalokhoz. Na most az Expendables 2-nél pontosan ugyanezt éreztem, hogy kitaláltak egy-két point, amit mindenképp el kell sütni a filmben, tehát például azt, hogy a Dolph Lundgren az vegyészmérnök. Ő egyébként tényleg az volt. Azért, hogy ezt el kellett, hogy süssék, mert ja, aki ismeri ezt, azok hallani fogják, érteni fogják. El kellett sütni a drágán add az életet poént, de meg az Albi Becket. Mint, igen, a Albi Becket. De ezen túlmenően, tehát olyan szinten nem működik a film, miért nem működik? Tehát ez, az a Chuck film... Norris-os viccek vannak benne? Van benne egy-kettő. Sajnos. A Chuck megmondom őszintén, hogy az lepett meg, hogy én nem láttam még a Chuck Norris mosolyogni. És ez volt az egyetlen meglepetése a filmnek, mert a Chuck Norris már jó előre előtték, megjelent, és nekem az a legmeglepőbb az volt, hogy mosolyogni láttam a Chuck Norris-t. Egyébként szerintem rém kínos volt a fellépése, szerintem. Tehát ahogy hogy ott teremtették a semmiből, és egy oké, hogy point üztek belőle, hogy ennyire kidolgozatul, mert egyszerűen ott teremtették a karakterét, egyszerűen már ez már sok volt valahogy. Igen, és az egész, tehát mint film, egyszerűen szerintem szörnyű. Tehát azok a párbeszédek, ami benne vannak, egy darabig próbáltam azzal magyarázni, hogy ez valami hasonlót akar kihozni, mint ami... tehát ez is valahogy vissza akar kacsintani a 80-as évek, nem annyira a történet és nem annyira a szövegre fókuszálnak, hanem minden nagyobbat robbanjon és akármi. De azt elkezdtem mondani, hogy nem, ezzel nem ez a baj, ezzel az a baj, hogy egyszerűen kínos. Ahogy te is mondtad, Freddy, kínos. Tehát olyan beszélgetések vannak benne, hogy így csak, tényleg az ember csak a fejét fogja. Hiányoznak azok a tényleg jópofa poénak, mint amikor nem tudom, emlékeztek a feláldozhatók egybe, akkor bemutatkoznak, hogy Budapest, és nem csak a magyar vonzat miatt, hanem valahogy a párbeszédek működtek igazából olyan, hogy az emberek így beszélgetnének magukba, és azt hiszik, hogy attól lesz párbeszéd, hogy ezt ketten teszik egymás felé fordulva, nem? Tehát tragédia volt. Ültem, néztem, és így aslarra, hogy egyszer-kétszer ez a te jó ég, ez most muszáj volt. Na mindegy, szóval én szerintem ez egy iszonyatosan rossz húzás volt. Mint film, szerintem az Expendables 2 egészen egyszerűen értékelhetetlen. Hiányzott belőle minden lazaság. Egyébként fel voltam háborodva, kicsit fel is voltam háborodva, igen, mert sokat vártam több. Tehát én azt hittem, hogy a Stallone-nél ott van a bölcsek köve, hogy ebből a koncepcióból, hogy az öregeket behozza a filmbe, mit tudom, egy kicsit úgy nosztalgiáznak egy keveset. Az elsőnél ezt hittem, a másodiknál bebizonyosodott, hogy azért ez nem okvetlenül van így. Tehát, amit te is mondtál, azt hiszem, Freddy, a múltkori, vagy egyen még előbbi filmbarátokban, hogy a Jet Li egyszer csak eltűnik a filmben. Igen. Ja. Hogy került elő? Vagy előkerül a végén egyáltalán? Nem. Tehát, azt hiszem, a Dolph Lundgrennek van cakpak hát a filmben. És még van egy-két szereplő, akinek van három mondata, összvisz, csak a Stallone jut magának valamennyit, meg kapott valamennyit a ja Isten gyorsan... Igen, mindenki más. Igen. És tehát ezért fel kell megcsinálni. És most hallom, hogy ha lesz Expendables 3, akkor oda be fognak húzni. Nem tudom, kiket, által Nicolas Cage már alá. Meg Wesley Snipes, ami nem igaz. Ki addigra szabadul. Szóval nem tudom, hogy ezt eddig lehet így csinálni. Meglátjuk. Meglátjuk. Én nem biztos, hogy ezek után az Expendables 3-ra. Jöttek vissza ugyanazok a visszhangok, mint amiket én itt most megfogalmaztam, úgyhogy erős a gyanúm, hogyha a pénztáraknál is brillírozott, akkor ugyanez a fonal fog tovább menni. Én igazából, én azt kell mondjam, nekem második rész jobban tetszett, mint az első, mert hiába voltak ilyen idióta hibái, mint hogy állandóan eltűntek karakterek, aztán megjelentek, meg a Chuck Norris-t is inkább hagytam volna, vagy adtam volna neki rendes szerepet. Nem tudom, arra, hogy így elszórakoztatott. Ez azt be kell vallanod, hogy a film eleje azért elég királymódon indult. Az a... Ja. Rajtaütés. Jó, az akciójelenetek rendben voltak. Jó, mondjuk abban is volt egy-kettő, ami igazából tetszett. A Scott Atkins-szel, nem tudom, hogy ismered-e. Most így nem. Kevésbé van otthon a Scott Atkins-szel.
ő egy harcművész. És időnként felszokott bukkanni ilyen olyan filmekbe. Hát most nem akarok nagy marhaságokat mondani, de azt hiszem, hogy például talán az X-Men filmekben játszott. Azt hiszem, tehát és ő szokott ilyen koreográfiát tanítani. Hihetetlen jó mozgás. Ha vele rendezi le, azt tettem azt a bunyót ott a helikopter mellett. Ja, aha, aha. Igen. Repcsi voltam. De Van Damme egyébként jó volt, nem? Hát az emberen, hogy a mozgását mennyire nem fog az idő. Tehát az hihetetlen, pedig az ember aztán tényleg túl van sok mindenen. Igen. Tehát az alkoholizmus, amit el tudsz képzelni mindenen. Uh-huh. Jó, tehát úgy akkor helyem. Neked annyira nem jött be. Nem, tehát én megláttam volna nélküle, persze így, hogy tudom, hogy milyen volt. Az a furcsa, egyiket a környezetemben meg rengetegen dicsérték, és egyre többször találkozom olyannal, hogy már azok a filmek, amiket bemutatnak nekem, meg egészen egyszerűen nem. Ugye lehet, hogy velem van valami, megnézem a orvossal. Nekem is tetszett, úgyhogy még rosszabbul érezheted magad. Vasárnap megbeszéljük. Jó, kibunyózzuk. Két filmünk van még. És Peti, hát olyan csendben voltál eddig. Hát mesélj már erről a... Kicsit már el is álmosodtam közben. Ajjajjaj, hát ezt... De nem miattatok. Ja, még kiúsztad magad. Akkor mit láttál nemrég, Peti? Tegnap a Szomorú vasárnapot láttam például. Régóta ajánlották nekem ezt már többen is, ezt a filmet. Pont ez egy magyar-német koprodukció. Pont egy vasárnap, igen, pont eszembe jutott, hogy vasárnap van, Szomorú is van, akkor miért ne nézzem meg a Szomorú vasárnapot? És akkor, hát ez egy 99-es magyar-német koprodukció. Ugye szerintem a Szomorú vasárnap című számot nem nagyon kell bemutatni senkinek. Én már bevallottam, hogy nem ismerem az előbb, úgyhogy... Akkor bemutatom neked a Szomorú vasárnap című számot, ismerkedjetek meg. Szomorú vasárnap Freddy Szomorú vasárnap. Hello. Ez 30-as évekbeli Seres Rezső féle változat a leghíresebb. Ezt Aradi András írta, és erről szól ez a film, hogy hogyan született meg ez a szám. Ugye hát arról hírhett ez a szám, hogy nagyon sokan, több százan lettek rá öngyilkosak a 30-as években, és világhírű lett, tehát olyan híres, hogy még mai napig is feldolgozzák, még Björk-féle feldolgozása is van, Gloomy Sunday címen. De az élethíres emberek megölték rá magukat, vagy mert azért, mert jó? Azért is, de jó is amúgy. Tehát akkor nagyon sokat játszották rádióban, Amerikában is, amikor elkezdődött, és akkor még ugye nem öldösték meg magukat rá az emberek. Én azt nem értem, hogy honnan lehet hát tudni, hogy mire ölték meg magukat az emberek. Leírták a búcsúlevélben? Mert úgy volt, ahol benne volt, de amikor megtalálták a halottat, akkor ez ment a gramofonon, ez a szám. Nagyon sok ilyen eset volt. Az nem lehetséges, amire megtalálták a halottat, ehhez a számhoz értett? Nem, hát nem tudom, akkor valószínűleg csak egy szám volt azon a gramofon. Kicsoda idők. És hát ez volt a halálhimnusz, úgy is hívták ezt a számot. Ha. És hogy a össze van is van kötve, ez egy egész visszaemlékezés ez a film. Össze van kötve a náci Németországgal. Van benne egy ilyen kis Schindler listájás beütés is, hogy van egy náci tiszt, aki a főszereplője végül is ennek a filmnek. Ő menti a zsidókat a háborúban, és aztán most mai Magyarország Budapestre visszatér abba az étterembe, ahol ez a szám született, és akkor meghallja ezt a számot, és akkor meghal rá. És akkor onnantól egy visszaemlékezés, és a végén kiderül, hogy hogyan is hal meg, amit nem akarok lelőni, az a fő csattanója az egésznek, és teljesen professzionális film, te mind technikailag, történetben, hangulatilag is nagyon jól visszaadja azt a korszakot, és nagyon jó történet, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg. És ez is fekete-fehér? Vagy? Nem, ez egy színes film. Hát ez egy 99-ös. Ugye. És végülis ez miért dráma? Ez egy dráma, igen. Ah. Értem. És ez fel van valahol Inda Videó filmen, vagy ilyesmi? Vagy DVD megjelent? Vagy? Nem tudom.
DVD-n is biztos megvan valahol, kint van. Meg lehet kapni. Tehát nem akkor tudom. Ez nem egy olyan sörívós, popcorn nevős film, ahogy... Nem. Jó, nem. De nem is olyan depresszív, mint maga a szám. Tehát egy hagyományos dráma gyakorlatilag. Nagyon jól megszerkesztett hagyományos dráma. Zoli, akkor ezt szerintem kihagyjuk most vasárnap. Mit szólsz hozzá? Jó, köszönöm. Az a fura, hogy németek miért vesznek részt egy ilyen teljesen magyar történetű produkcióban? Hát ez egy nagyon híres szám. Ez Németországban is híres volt. De ez nem csak magyar, tehát a rendező is német volt, író is német volt. És van egy-kettő magyar színész benne, például Marozsán Erika a főszereplő. Érdekes. Jó. De akkor most én majd megsassantjuk. Akkor, hát egy film maradt a listánkon. És előtte még megkérdezném, mielőtt még elmondanám a film címét, bár elhangzott ma már. Van-e olyan film, amin kész, vége, elkezdtek bőgni a végénél, mert egyszer nem lehet már bírni? Van. Többek között ez. Igen. De... Sorstárs. Egy kicsi... A legtöbb Sors Tamás film. Várjál. Még gondolkodom aztán. Peti, van esetleg valami? Én a kiskoromban az E.T.-n sírtam a végén. Ugye, basszus? Az... Én nem ott... Hazament az E.T. és ott sírtam. Én nem annál a jelenetnél, hanem az operációs jelenetnél, a virágos résznél. Uh-huh. Hát az egyszerűen azt nem lehet kibírni. Amikor ott van az ilyen cső, mennek át az ilyen... Igen. Ilyen operációs teremben van. Hát ez egyszerűen elképesztő. Hát ez embertelen. Ez terrorja. Nekem van még egy. Most eszembe jutott. A Forrás. Azt nem láttam még. Azon sírtál? Aha. Az nagyon kemény. Megvan melyik az a film? Várjál, lehet, hogy félreértjük egymást. Két film van Forrás címenként forgalomban. Én amelyikről beszélek, az a Darren Aronofsky féle. Én is arra gondoltam. Jó, mert van egy ilyen low budget gagyi horror is Forrás névenként a piacon, és én nem arra gondolok, hanem az Aronofsky-ra. Nem arra asszociáltam. Igen. Jó, igen, az Aronofsky. És a végén? Igen. Amikor ott beteríti a zöld. Nem képileg, hanem úgy zeneileg, meg minden, és valahogy értelmet nyernek addigra a képek. Hát a zenei az fantasztikus, igen. És valahogy az olyan, de már itt tartunk a Requiem egy álomért is ilyen. Hát ugyanaz a zeneszerző. Hát meg ugyanaz a rendező. Igen. Jó, hát nekem ezek. Mert mi lenne a kérdésed, Freddy? Hát, én nemrég megnéztem újra. Szerintem minden idők egyik legjobb filmje. Tudom, hogy párszorra már elmondtam ezt például a nagyszökés kapcsán, de ez, hogyha én választhatnék, hogy mi legyen az IMDb első helyezettje, nem mintha Remény rabjai az nem lenne ott jó helyen, de én mindenképpen a Forrest Gumpot javasolnám, mert egyszerűen egy akkora korszakalkotó, időtlen mestermű, hogy egyszerűen öröm nézni. És a végén, hát basszus, ez, aki ott nem bőg, az nem ember. Én kompromisszumot kötnék ezzel. Mert hogy? Hogy az első helyen legyen. Uh-huh. Mármint mert? Én lemaradtam valamiről? Szerintem is simán első lehetne. Tehát kompromisszum képes vagyok arra, hogy IMDb első legyen a Forrest Gump. Uh-huh. Én még nem hallottam olyan embert, aki azt mondta volna a Forrest Gumpra, hogy jó, de valami nem stimmelt. Nem, ez egy elképesztően ütős, jó, vicces, egyszerűen egy zseniális film. És egy tipikus olyan film, amit szerintem nem szabad túl gyakran megnézni, hanem kicsit várni kell. Például én utoljára tuti, hogy vagy 10 éve láttam, és most értettem meg úgy igazából sok utalást. És főleg a film... Igen. Mondjad nyugodtan. Főleg az film első fele valami olyan szintű, pörgős, minőségi szórakoztatás, hogy gyakorlatilag ilyen 5-10 perces mini epizódokra is lehetne vágni az egészet, hogy
itt találkozott Elvis-szel, itt nem tudom én, szeretett bele a lányba, itt vették fel sulira, stb. Itt kezdett el futni, itt üldözték, tehát annyira sokszín. A vége, a második felétől már kicsit bővebben láthatjuk a történetszálakat, a Vietnám, meg a rákhalászat, meg stb. Igen, ott már ilyen átmegy ilyen Full Metal Jacketbe. Mármint a vietnámi rész. A vietnámi rész háborús. Én azt nem mondanám azért. Hát itt, itt de például... Hát ugyanarról szól, hát arról szól a Full Metal Jacket is, hogy megtöri az ártatlan embereket a háború. És ott is ugyanarról szól a Forrest Gumban is az a betét. A Forrest Gumban semmit nem tört meg, mert ez az ember annyira szerethető, hogy még a kiképző is egy istenverte zseninek nevezte az embert. Mert a Forrest Gump az égvilágon semmit nem csinál, csak azt, amit mondanak neki. És ez annyira tetszett a kiképzőnek, hogy... hogy nem tudom én, nem is tudom pontosan mit mondott, hogy... hogy egyszerűen csak kérdezett amit a Gumptól, az értelmesen válaszolt, és a fickó annyira örült, hogy You're a goddamn genius, Forrest Gump, meg nem tudom én, ez zseniális volt. Ez a fickó annak ellenére, hogy egy alacsony IQ-val rendelkező figura soha nem csinált hülyeséget, ha belegondolsz. Tehát mindig becsületesen, észszerűen azt csinálta, amit éppen jónak látott, és ami jó is. Tehát egy ilyen ártatlan lélek. És meg az a gyermek ilyen naivitás, ilyen nagyon egyszerű naivitás, amivel az ő szemszögével bemutatja a történelmet. Igen, igen. Ja, amikor ott... Amikor mondja, hogy a JFK aztán utána szegény embert lelőtték. És a testvérét is. Meg ott a padon ott meséli a embereknek, hogy és akkor meghívtak az elnökhöz újra, hogy nem tudom, hanyatszóra. És akkor ki kell menni pisilni. Ja, igen, ingyen volt a Dr. Pepper, úgyhogy megívott 30 Dr. Peppert, és utána ott a JFK-vel fog kezet, és hogy érzi magát pisilnem itt? Pisilnem kell. És aztán pisilnem kell. Aztán azt hiszem, hát az ember megmondta, azt mondta, hogy érzi magát. Igen, tehát abszolút, egyszerűen egy akkora karakter. Egyszerű ember. Egyszerű, és annyira szerethető, és soha semmi rossz szándék nincs benne. Egyszerűen fantasztikus. És annyira szellemes az egész forgatókönyv is, hogy tényleg ügyeltek, hogy az mindenféle teljesen random történelmi utalás benne legyen, hogy az Apple a smiley face-t is ő találta ki, a nem tudom, pingpong ütőtől kezdve, ez elképesztő, ez zseniális film. Csak a vége, hát az egyszerűen annyira megható, és szomorú, és egyszerűen fantasztikus. Mindenkinek látnia kell. Tudom, Zoli, te mikor láttad utoljára? Hát már jó régen. Igazából nem tervezem még egyszer megnézni. Nem azért, mert rossz, hanem bőven elég volt annyi dráma, ami mostanában rám szokott, főleg így a... Mi volt ez? Green Mile. Mi ez? Halálsoron kapcsán. Azért annyira nem szeretek befordulni, mint amennyire egyébként egy filmbarátnak indokolt lenne. Mert azért lenne dráma, hogy megnézni az ember dögivel. Most így a Szomorú Vasárnap meg a Forrest Gumpot újra nézném, akkor szerintem így rövid úton eret vágnék magamon. De hát azért... Hogyha hallgatnád a Szomorú Vasárnapot, akkor... A Leander féle változatot azt szoktam elég gyakran, és ez nagyon jó. A gramofonodon. Jó. Majd egyszer talán. Kattog rajta a tű. Igen. De az para, az ilyen horrorfilmes. Júj, egy apró élményt megoszthatok veletek? Persze. Gyerekek, voltam az Underground filmben. Mond ez nektek valamit? Én meg az elődjében voltam, de csináltam is róla egy ilyen élménybeszámolót. Hát én megmondom neked őszintén, hogy most én ezen lehet, hogy sokan meg vannak lepődve, hogy most ez micsoda vagy akármi. Mindegy, a Barcsai utca 3 szám alatt van az Underground Fear. Ez egy, hát magát hívja, egy interaktív horror labirintus. Hát gyerekek, én most, bocsánat, de én úgy összecsináltam magam. Az valami hihetetlen volt. Tényleg nem azt mondom, hogy drága, nem is olcsó, de érdemes elmenni. Olyan élmény túrában lesz része mindenkinek, aki szereti a horrort, hogy ez valami hihetetlen. Főleg, ha egy kicsit mondjuk még szenzitívebb is a lelkem. Uh-huh. Tehát, nem akarok poénokat lelőni,
horror fanok mindenképpen próbálják ezt meg. Underground Fear. Underground Fear, nem tudok beszélni, mert meg vagyok fázva. És a Barcsai utca 3 szám alatt, Budapest. És egyébként... Ezt, aki horror fanatikus, nézze meg. Ott a filmek figurái lettek már oda kirakva, tehát ilyen Freddy, meg... Nem. Tehát abszolút ilyen random dolgok. Van, az is igazából kiragadtak ilyen klasszikus horrorfilmes kliséket, és eljátszatták emberekkel. Uh-huh. Tehát nem az van, mint a horrorfilmeknél, hogy nézed a filmet, és látod, hogy egyik szerencsétlenkedik, és hogy most miért nem megy el, miért nem csinálja ezt, miért nem csinálja azt. Uh-huh. Itt megcsinálják azt, hogy az a szerencsétlen, az te leszel, és ilyen színészek, vagy csak lelkes horror rajongók. És akkor ott van például, hogy első találkozásod egy kannibállal. Öcsémet például úgy felkenték a falra, mint a szart. Nem hiszitek el, nagyon durva volt. Úgy leüvöltötték mindenkinek a fejét, hogyha az első kamrában nem is, a második nem, mert totál összecsinálta magát mindenki. Volt olyan, hogy pár ilyen bolond kislány, csak hogy bújjunk el a szekrényekbe, bebújtunk, és elkezdett csapkodni, mint az őrült a szekrényt. Hát úgy beparázott mindenki, aki ott volt. 20 perc volt a túra, de egy örök kivagosságnak tűnt. Ennek az elődjébe voltam, Budapest, úristen, horror, vagy nem, úristen, mi volt a neve annak? Na mindegy, pont ennek az elődje, tehát az Underground Fear stáb az korábban ott volt, ahol én voltam, csak aztán arrébb költöztek. Most ahol én voltam, az ott valami más ilyen horror társulat volt, de hát az is kb. 20 perc volt, de az ilyen... Tehát ilyen ijesztegetős volt, tehát ilyen sötétbe, aztán ott mászkált valaki, meg ilyen gyerekszoba volt, ilyen hülye bohóccal, meg ilyesmik, tehát jó volt az is nagyon. De azért ez durvábbnak hangzik, mint amit te láttál. Vagy már mint a tiéd, az durvábbnak hangzik. Nem tudom, nem tudnék pro-kontra felállítani semmit. Azt tudom, hogy akkor kijöttünk még, akkor is néztünk, hogy fú, úgy tart ez még, vagy már kijöttünk, ez még a játék része, vagy nem tudom, a játszmát láttátok? Láttam. Tehát ilyen hasonló érzésem volt, hogy fú, most kijövünk, akkor most mi az a pont, ami még benne volt a szolgáltatásban, és mi az, ami még nem. Uh-huh. Tehát elég gyorsan parázni ezekre a dolgokra. Hányan voltatok, mert ott az volt az érzésünk, hogy ha már túl sokan vagyunk, akkor már zavaró egy kicsit, hogy túl zsúfolt. Öten voltunk, de nekem az volt az érzésem, hogy mivel ezeket előre le kell egyeztetni, hogy létszámhoz igazítják a programot. Tehát nagyjából tudják, hogy hányan jönnek, tudják, hogy azokkal mit kell csinálni, hogyan kell majd szétválasztani őket, kik lesznek a lányok, meg ilyenek. Uh-huh. Jó volt. Tényleg nagyon jó. És mennyi volt a jegy? Hát 5 főnél azt hiszem per koffi ilyen 2300-2400. Az belefér. Mondom, nem olcsó, nem drága, de egy olyan élmény, ami utána azt mondta, hogy utolsó forintot is megérte. Aha. Szuper. Petit figyük el, és csináljuk az idegeit. Jó. Te úgyis olyan nagy horror rajongó vagy szerintem. Hát majd maximum 8 kerben teszek egy kört, aztán meg lesz az adrenalin szint. Ugyanúgy. Jó. Olcsó. Jó van. Jó. Na, akkor Forrest Gump szerintem lezárva, mindenképp nézzétek meg, mert egy örök filmélmény szerintem. És akkor mielőtt elbúcsúznánk, itt egy rövid info, hogy miután elbúcsúzunk, még lesz egy film kritika, amit nevezetesen Benyó Boy vett fel nekem. Őt esetleg onnan ismerhetitek, hogy a Rossz Pécsi Játékos sorozatban kétszer is meg lett említve a neve, mert ez az őrült alak adta nekem a Metalt, meg a Scooter Pro nevű játékot. És srácok, a Led Zeppelinnel hogy álltok? A zenekarra? Aha. Én meg vagyok nélküle. Peti csak szomorú vasárnapot hallgat, úgyhogy őt meg se kérdezem. Non-stop, 24 órában. Jó, akkor te neked a nagy örömödre meghallgatod a Led Zeppelin Celebration című filmnek a koncertfilmjét, mert nagyon kevés helyen is, csak kevésszer adták idehaza ezt a koncertfilmet, és ő megnézte nekünk, és felvett egy audio kommentárt ehhez, úgyhogy kis extraként most az egyszer hallatok egy ilyet, hogyha érdekel benneteket, és ez volt a 19. kiadás, a 20. kiadás már november végén jön. A századik volt. A századik? Akkor a 101. kiadás november végén jön. Srácok, ti sajnos nem lesztek itt, mert sorozatos külön kiadás lesz.
és már nagyban indul a tervezés, hogy mikről lesz szó. És nem kell sokat várni rá, de jó lesz. A Breaking Bad-es különkiadásban hallható két úriember is benne lesz, és talán még valaki. De majd a minden infót megtaláltok a Facebook oldalon. Zoli, köszönöm szépen, hogy ilyen reketten és 30 éves vén trotyként még egyszer részt vettél itt a századik kiadásnál. És köszönöm szépen a lehetőséget, és bottal járókerettel is idejövök. Így van, vasárnap találjál ide azért a joystickos tolókocsiddal, és... De azért nem bízol semmit a véletlenre, mert címet nem adtál nekem. Nem. Hát majd kiküldök ilyen nyugdíjas társakat, hogy ide kísérjük. Majd megy a fekete autó. Fuck. Ugye az underground fíreseket elküldöm, hogy tereljenek el ide. Peti, hát köszönöm szépen, hogy részt vettél te is, ezért is fantasztikus felkonferálásért külön köszönet, és hogy végignézted velem a Magic Boys-t még egyszer, nagy élmény volt. Hát azt meg én köszönöm. Hát láttatok el volna, amikor bemondta a jegyárat. Peti háromszor visszakérdezett, hogy mi? Én 4500 forintot egy magyar filmért, három jegyére még soha nem fizettem jegybe. És még nem... 4000 valamennyit fizettem, igen. De három jegyért, tehát nem... egyet visszaadtunk, három tehát 1500 forint per fő. Peti... Tehát egy magyar filmért ennyit én még soha nem fizettem. Peti falfehér lett. Haláli volt. És úgy mentem a moziba, hogy én tényleg egy Superboys produkciót vártam már a címe alapján is. Jó. De egy élmény volt azért. Bár a Pindrok Csabát legközelebb el kell kapnunk valahogy, mert a fej vagy írás DVD-m nem lehet autogram nélkül, úgyhogy meg pótoljuk. Az meg lesz, közös képet is csinálunk vele majd. Hát meg a Csonka András. Vele is. Meg kérdezheted a társasjáték kérdéseit. Dedikálom vele a társasjátékot. Így van, ezt így kell. Köszi srácok, hogy itt voltatok, és akkor ezután jön majd a Led Zeppelin Celebration koncertfilm kritikája, ha érdekel benneteket. Sziasztok! 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 Sziasztok, Benyó Boly vagyok, és most azért hallottok engem, mert én is szeretnék egy rövid beszámolót tartani. Én a Led Zeppelin Celebration Day című koncertfilmet láttam az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A puszta tény, hogy hazai moziban láthattam, már annak nagyon megörültem, hiszen ezt a világ összes többi moziában is mindössze egy-két napig játszották, eszméletlen limitált vetítés számmal. Nem tudom, hogy itthon hány moziban játszották, annyit tudok, hogy ahol én láttam, ott három alkalommal lehetett összesen megtekinteni, október 19-én pénteken kétszer, és egyszer 21-én vasárnap. Én az utolsó időpontra vettem egyet egy barátommal, és finoman szólva nem bántuk meg. Ráadásul itthon nem is túl gyakorlak ezek a megjelenések, pláne mozikban. Utoljára talán a Michael Jacksonnek volt a This Is It-je, ami ilyen zenés, koncertfilm jellegű film volt, de azt sem mondanám koncertfilmnek, hanem inkább egy profin összeállított verkfilmnek. Aki bátorkodna nem ismerni a Led Zeppelint, azoknak annyit érdemes elmondani az angol rock zenekarról, hogy a modern zenetörténet egyik, hanem a legjobb és legfontosabb zenekara, akik 1968-tól a dobosuk John Bonham 1980-as haláláig voltak aktívak. Utána gyakorlatilag semmit nem lehetett hallani felőlük, de az Atlantic kiadó alapítójának, Ahmet Ertegünnek az emlékére szervezett esemény alkalmából újra összeálltak, hogy még egy koncertet játszhassanak. Az eredeti tagok közül mindenki ott volt, aki még él, ugye John Paul Jones basszusgitáros, billentyűs, Jimmy Page gitáros és Robert Plant énekes. Ők az eredeti dobosuk fiával Jason Bonham-mel álltak össze az angol O2 arénában, ami a britek második legnagyobb ilyen helyszíne. Bár a több mint 20 millió jelentkező közül csak pár ezeren vehettek egyet ténylegesen, ezt is sorsolással, a film talán képes kárpótolni a kimaradt rajongókat, vagy akik egyáltalán nem is hallottak erről. Bár a filmes ízlésvilágomat leginkább tagadnám, a koncertfilmeknek azért elég nagy híve vagyok. Eredetiben egész jó kis gyűjteményem van ilyenekből, hát most sorolok pár nevet itt a polcról, Nine Inch Nails, Metallica, Gorillaz, Peter Gabriel, Red Hot Chili Peppers, G3 és hasonlók, Yngwie Malmsteen, tehát van egy pár darab nekem is. Számomra a koncertfilm lényege az, hogy a nappalinkba varázsolva a lehető legautentikusabban tudja visszaadni egy élő zenei koncert érzését, és lehetőleg minél több olyan mozzanatot
mutatva be, amit a közönség nem láthatott a színpadon. A Celebration Day pedig egy remek koncertfilm, 14 plusz két ráadás számmal a setlistben, melynek mindegyike teljes mértékben alapmű, tehát ezt nyugodtan kijelentetem. A már 64 és 66 év közötti ráncos, állni alig tudó bácsik pedig a lehető legjobbat hozták ki az egészből. Persze senki ne várja el tőlük, hogy metal zenekarokat megszégyenítő módon a közösségbe ugráljanak, meg hasonlóak, táncoljanak, meg pogózzanak, viszont ezt remekül pótolták a nagybetűk zenével és a vizualitással. Egy koncertfilm három képből tud dolgozni. Tudják venni a színpadon álló zenészeket és a hangszereiket, miközben tehát azon játszanak, a közönséget mutató anyagokból tudnak dolgozni, és persze a kivetítőn láthatott vizuális effektekről meg bejátszásokból. A filmben viszont 98%-ban csak a zenészeket és a hangszereiket láthatjuk, közönség reakcióit szinte alig, ami számomra teljesen meglepő volt. Szóval a film 3/4-ig szinte egyáltalán nem is vágtak be semmilyen ilyen jelenetet. A képminőségre viszont nem lehet panasz, külön érdekesség, hogy egy Super 8-as crew is dolgozott a helyszínen, akiknek szintén vágtak be anyagot, ami bár megtöri azt a modern kristálytiszta HD minőségnek a dinamikáját, amit a film alapból produkál, mégis kellemes felüldülés volt, hogy ezeket a tompított színeket, ez az alacsony képkockával dolgozó felvételeket lehessen látni. Egy kicsit ilyen az ugrott be róla, hogy visszatérnek így a klasszikus korszakhoz, amiben ők nagyon menők voltak. Bár dramaturgiáról ugye nem nagyon lehet beszélni egy koncertfilm esetében, mégis olyan művészi vágásokat és felvételeket tudtak Lencse végre kapni, hogy az számomra eszméletlen. Szóval a kedvencem például az volt, amikor Jimmy Page gitárost háttal vették egy szóló közben. Csak ő látszott, és a sötét aréna, meg előtte egy mikrofon állvány, a képen jobbról befutva pedig az énekes berohan az állványhoz, felkapja, megpörgeti, és kisétál a kép másik oldalán, tehát bal oldalt. És persze ezt egy kis takarásban, mert ugye a gitáros előtt történt ez, de valami annyira jól nézett ki, hogy az eszméletlen, tényleg, és az egész film ilyen és ehhez hasonló kis mozdulatokból építkezik, nagyon remek atmoszférát teremtve. A zenére és a hangokra nem lehet panasz, igaz az ének számomra picit halk volt, nem tudom, hogy ez most vagy a filmfelvétel hibája, vagy a mozié, de képileg is tök rendben volt az egész, viszont számomra a legnagyobb negatívum azok a tök felesleges effektek, amiket belepakoltak, tehát ezt nem is értem, tehát az egész nem volt sok, tehát az egész kimerült egy statikus kép kimerevítésében és belezumulásban, de ezt annyira hanyagul és random oldották meg, hogy már feltűnően zavaró volt, hiába használták ritkán. Tehát egy gitárszóló eljön, amikor nagyon zúznak a zenészek, így felpörögnek, egy ilyen pörgős idézőjelben akciódus jelenetnél képesek voltak megállítani a képet, és belezoomolni, és több másodpercig megakasztva az egész jelenet sort. Tehát amíg ritmusra ment volna, még azt mondtam volna, hogy na jó, oké, egyszer-kétszer belefér, de így nagyon tré lett, és szerintem 5 perc Sony Vegas használat után bárki jó munkát tudna kinyomni a keze közül. A vetítés amúgy szinte teltházal zajlott, és tényleg volt sok fejrázó, headbangelő, meg lábukat rázó néző. És sok zenekaros pólót viselő nagypapin kívül elég sok fiatal volt, tehát az én korosztályomat is elég sokan képviseltük. Szinte többen is voltunk szerintem fiatalok, mint idősek, ami eléggé meglepő volt. Nem tudom, minek tudható be. A koncert így amúgy elég drága volt, tehát nem tudom, hogy ezt lehet mondani, vagy nem. De őszintén mondom, nem tudom, ki adna ki 2500 forintot egy moziért, de mivel ennyire ritka alkalom volt, hogy ezt itthon láthassuk tényleg moziban, így mi mindenképpen elmentünk rá. De aki esetleg még szeretné megnézni a Celebration Day-t, azoknak nem kell sokáig várniuk, nem kell csüggedni, mert november 19-én jön a hivatalos DVD és Blu-ray kiadás, ami például tök jó karácsony ajándék lehet apunak, anyunak és hasonlóknak. Amúgy összességemben is tudom ajánlani mindenkinek ezt a Celebration Day-t, hiszen aki szereti a Led Zeppelint, alapból az igényes zenét, pláne a rock zenét, vagy a koncertfilm és vagy a koncertfilmeket, azoknak szerintem mindenképpen érdemes beszerezniük, mert ez egy igazi kuriózum, tehát nem sok Led Zeppelines videókiadvány van, ha csak a 2003-as Led Zeppelin DVD című Led Zeppelin DVD-t nem számoljuk, amik csak archív felvételekből álltak, akkor marad a 76-os legendás The Song Remains the Same, azaz a Dal ugyanaz marad című filmjük, tehát ezen kívül más nem létezik, szóval ez minden szempontból egy hiánypótló alkotás lett, és tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek.